Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Mostanában, ha valaki olvas különböző női magazinokat, már nem azt olvasgattam, mert az interneten láttam. Jó, hagyjuk ezt. Tudjuk az irányultságot. A budiba azért mindig beviszek egy-két dolgot. És arról cikkeztek, gyerekek, ez már szerintem a horror ne továbbja, hogy az anyatej felhasználásának 10 módját lehet még azon kívül, hogy te megeteted. Tehát 10 féleképpen lehet felhasználni. Igaz, hogy kicsi bizarr módokon lehet ezt felhasználni, de összeszedtek olyan dolgokat, amire állítólag jó az anyatej. Mi? Kiváló krémbrülét lehet belőle készíteni? Vagy? Nem, én most arra gondoltam, hogy mivel hát az egyébként főzni is lehet velem, hogy mivel nálunk otthon még van egy kicsi. Aha. Te fagyasztott vagy friss? Mi lenne, ha lenne egy ilyen táv teszt a lelke mindennek? Már mi? Hogy felhívunk is, te elmeséled, hogy mit csináltál, de hogy érted a távtesztelőt? Hát, hogy otthon megcsinálom, aha, a 10-ből valamelyiket, ti eldöntitek, hogy melyiket, jó, és elmondom, hogy működik-e. De bocsánat, most te ír így vagy? Tehát mi miért nem lehetünk benne a tesztben? Tehát te miért nem hozod be a tejet, ha otthon van úgyis? Holnap szerda van, akkor szokott teszt lenni, ma kitaláljuk, holnap behozod, és mi is ki akarjuk próbálni. Uh-huh. Úgyis fogytál van már az abtejem. Egy jó. A Jani úgyis csomagolás függő, hát most azért hello. De jó, bennünket ne vegyék ki a jóból. Jó. Fejsz most kicsit. És te, Viki? Ákos, ne röhög, nem rád néztem, Viki. Ákos elkezdett fejni, nem tákos, Viki. Na, mert hogy ugye mindig hallasz, én ezektől a hidegrász, hogy használd ezt erre, mert az nagyon jó. Pisíld le a csalánycsipést, mert az nagyon jó. És olyan SMS-eket várunk hallgatóinktól, már előre mondom. Aki pisíl. Az vicces. Igen, amit kipróbáltatok, baromi nagy... Fogjátok le! Igen, baromi nagy bölcsé volt, és nyilván nem működött. Tehát, hogy óriási hülyeség volt, elhittétek, kipróbáltatok, és nyilván nem. Tehát most nem konyhai praktikákra vagyunk kíváncsiak, hogy tegyél ezt szódabikarbonát a vörösbor foltra, mert az kiszedi, hanem olyan általatok olvasott marhaságra, ami nyilván értelemszerűen nem működhet, mégis sokan kipróbálták. Tehát ilyen, hogy a gyereket csalánycsípés lesz, ott az erdőbe pisil le. De az működik, bocsánat. Tessék? Az működik. Csak elvisz a gyámhatóság. Hát én a múltkor sétáltam a gyerekkel a rámszakadéknál, furán néztek rá, mikor levizeltem. És mondták, hogy ez a valása a régi már. Ahelyett, hogy enni adna neki. Milyen érdekes a szeretet megnyilvánulása. Hogy szeretni az a valása gyereket. Apa, ne pisile, jó, csalánycsípés kell, az négyen küldték el a Bliknek 10 000 élet. Örültem, hogy nem. Az ügyvéd megakadályozta, hogy ezt a fotót ne hozzák le. Na, hát ott van például ugye az útifű, amiről köztudott, hogy nagyon jó az aranyére, hogyha összesodorjátok és helyezitek a... Torokfájás, gyerekek, a cikk összeszedte, hogy mire jó, azt nem tudom, kipróbálta ki. A leghatékonyabb módszer az anyatej felhasználására, ha már nem kell a gyereknek, a torokfájás csökkentésére például. Ezt ismertétek? Tudtátok? Kívülről kenni, vagy... Anyatejes öblögetés. Gargalizálás. Igen, gargalizálás. Választhatok egyet, én holnapra megmondom, aha, hogy valóban így. Fáj a torkod most? Fájhat. Akarod, akkor fáj. Írja a cikk megdöbbentő módon egyébként, kontaktlencsét kell tenni az anyatejbe, vagy az anyatejre. Nem legyen? Nem. Azt írja, hogy olyan szinten antibakteriális hatású, hogy tisztán tartja a kontaktlencsét. Hát, ha neked van otthon anyatejed és kontaktlencsét, használd arra. Te van kontaktlencsét? Nincs. De egy darabig próbálkoztam vele, ugye többféle van. Van a napi lencs, amit egy napi használat után el lehet dobni, és van ugye a napi használatú lencs, akkor javítok, mielőtt félrejtünk, meg van, ami ugye hosszabb távon működik, és az ahhoz van egy ilyen tisztító folyadék, igen, ide kell tenned a két ujjat közé, átmosod, utána belerakod, és ez tejjel meg. És ez tejjel meg, és utána beteszi azt a szemét. Ahhoz? Várjál, sokkal durvább. Igen, hát kérdés, hogy mennyire zsíros, de berakod a szemedbe. Vannak anyák, ebben a cikkben azt írja, teljesen természetesen sok nő használja az anyatejet fagylalt készítésre. Oh. hogy azért az így hogy? Tehát látod, mamát hazamenni, gyerek bent fekszik az ágyban, nagyon alszik, mert éppen evett. Mama pedig fogja a kis weidlingot. Itt a finom csöcsi fagyi. Vagy leszívja, és utána ez belerakja a tebe. Tehát van, aki tényleg annyira elvetemült nagy anya, hogy házi fagylaltot készít anyatejből. Na gyerekek, ki itt csoki, puncs, csöcs.
Na, itt van velünk két kiváló cukrász, Mester Ádám és Balázs. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Mind a ketten ott voltatok, különböző cukrásznákból gondolom, de ott voltatok az Expón, ugye? Így van, így van, így van. Szakmai igen, expo vagy ingyen kóstolás a magyarnak? Mind a kettő. Láttatok... De melyik volt a több? Hát szerintem. Láttatok a kis családot 8 gombóccal egyensúlyozni, nagy darab anyuka, nagy darab apuka, 3 nagy darab gyerek, és mindenhova beállnak, nem, és mindenhol 8 gombócot kérnek? Van ilyen? Hozzáteszem, hogy nagyon türelmesek voltak a látogatók, végigállták a sort. Mi a Balázsral ketten azt gondolom, hogy jócskán megmértük, tehát nem kis kanáról kóstoltatunk, tényleg kapják meg a javukat. A belépőjére, amit kifizettek, azért tényleg mennyiséget kapjanak, és hál' Istennek elégedetten távoztak, sőt, még vissza is jöttek, hogy ez nagyon finom volt. De én nem értem, hogy befizetsz belépőt, nem tudom mennyi, tök mindegy, már lezajlott, lehet róla beszélni, de x ezred. De én 3 gombócnál nem bírok többet megenni. Tehát valakinek az a program, ha nem szakmai, hogy ti is ott vagytok, ez egy szakmai expo kiállítás, hogy elmegy, és 26 ezer gombócot bizony lenyom egész nap azért, hogy legyen a belépőjét. Kötni, elfogyott az állkapcsó, nem tudok már. Józsika, megetél a 86 gombócot, most már elég lesz. Én azt gondolom, ennek a fesztiválnak az a, egyrészt az a lényege, hogy meg még jobban népszerűsítsük a fagylatot, hiszen bármilyen fura, Európában mi a hátsó sorban kullogunk a fagyi fogyasztás tekintetében, és az északi ország, Norvégia, Dánia, Svédország pedig első helyen. Komolyan? Ezt például nem gondolnám. Abszolút dobogós helyen van a fagyi fogyasztásban, de tényleg egy fesztivál arra jó, hogy az embereknek a kicsi látómezőt kiszélesítsük a tekintetben, hogy azért a csoki vanilián eprén is túl is van világ a fagyi életben. Hát ennél volt durvább is. Tehát volt olyan, hogy márvány sajtos fagylat, de ami nekem nagyon tetszett, és az indult a versenyen is. Most figyelj, snidlinges fagylat, kenyérfagylat snidlinggel, kandírozott békönnel. Feri, hazaértél? Feri, hazaértél? Na, az igen. Kérdezd meg, amit akarsz. Volt a szalonnál. Most kérdezted, hogy pörcös kolbászos szalonnál. A gyerekkel lenyalogtad. Szóval ez már mondjuk nálam is egy picit azért sok, tehát a fagylat azért az legyen édes. Igen, de sós. Tulajdonképpen ti diktáljátok, és ti teszitek ki, vagy nektek azt kell kitenni, amit az ember kér, mert ugye ez egy nehéz dolog, hogy hiába akartok újítani, ha rátok rohadt, mert mindenki puncsot, vaníliát, meg banánt akar, vagy azt mondtuk, hogy le ezzel, meghagyunk egy-két hagyományosat, be az újat, aztán majd rászokik a tömeg, aki jön. Pontosan ez a lényege nekünk cukrászdés szempontból, tehát akár a Balázsiknál, akár nálunk is, ugye milyen 16-18 féle fagylatot bemutattunk, és azért láttuk azt, hogy mik azok az ízek, amik ugye közkedveltebbek. Nyilván ugye mi is leszűrjük ezekből a tanulságot, és azokat a fagylatokat fogjuk preferálni az üzleteinkbe, amik ugye persze jobban fogytak. Tehát nektek ez már egy ilyen mini közvéleménykutatás, egy ilyen fagyi expo visszajelzések alapján te nyára betárazol, vagy a cukrászdák betáraznak, hogy mi a sláger. Így van. Soskából, uborkából. Kérdezek valamit, az én kedvenc fagyim a túrófagyi. Ez gyerekkoromban mindenhol volt. Imádom. Kis citromhéjjal túródarabokat érzett benne, maga a szó, hogy túró utálom, de a fagyi nagyon jó. És 10-ből 9 cukrász, ezt már nem csinálja. Drága a túró, hogy hamar megromlik. Miért nem csinálnak sima, egyszerű, gyermekkorunkban kapható túrófagyit? Nagyon kevés helyen van. Ennek mi az oka? Mi készítünk túrófagylaltot is, nálunk azért szokott lenni, egy picit talán nehezebb vele dolgozni, tehát a túrónak ott a zsírósága miatt egy picit, hát egy jobban rá kell készülni, de... Hagy válaszolni, egyszerűbben rajtad kívül senki meg nem ette. Nem. Nekem ez egy ilyen gyerekkori, a rizsfagyi, mert éreztem gyerekkorban a rizsdarabokat, és a túrófagyi, amin érzed a túrónak az ízét, kis citromia, vaníliát, hát zseniális, kevés helyen van. Mind a kettő benne van a választékunkban, hát ugye cserélgetjük azért így a 18-as pultba időnként nyilván. Belekerül, néha kimarad, de készítünk rizsfagyit is. Szinte általában valami gyümölcsel, tehát ilyen gyümölcs-rizsszerű dolgot szoktunk készíteni. És akkor mondjuk egy olyan cukrász, aki nem tudom, tényleg csinál ilyen, nem tudom, cacikis vagy brassó, és nem tudom, ott már egy konyhai üzem már főzi a száraz kaját, és azt teszitek a fagyiban, mert ugye a cukrász erre nincs felkészülve, vagy csak az ízét teszitek bele tényleg? Tehát egy pici fokhagymát, vagy egy pici uborkát? Fokhagyma az nem került. Fokhagyma nem. Aha. De hát igen, erre, tehát nagyon sok a háttérmunka az rengeteg. Tehát ugye amíg nagyon jó dolog beállni a fagylatpult elé, és kéne egy gombóc fagyit, nem nagyon látják azért, hogy körülbelül mennyi munka van e mögött. Hogy vágnak át minket? Na, de attól nem lesz jobb íze a fagyinak, ha tudom, hogy mennyit melosztok vele. Azt a rohadt életet! Öcsém, 5 órája keverem ezt a... Nagyon jó a kérdés, hát, ez a kedvencem. Ne vicce, hát persze, hogy jó a jégkrém, hát azt tessék elfelejteni. Na, ugye, ezt kérdezem, hogy ugye a jégkrém és fagylat között az a különbség, hogy még a fagylatnak van egy természetes levegő felvevő képessége, ugye a habosodás, amikor készül a fagylat, a jégkrémbe bele erőszakolják a levegőt, belenyomják. Másrészt, hogy azért ne felejtsék el, hogy a kézműves fagylat tényleg nemes anyagokat tartalmaz.
Hát ugye a vanília, ugye az látott már például vaníliarudat, a csokoládéfagylatban például van csokoládé is, a gyümölcsfagylatoknak a gyümölcs tartalma körülbelül 40%. Ezt egy ipari technológiával nem tudod elérni, egyrészt a technológia, amit is, másrészt pedig az ár miatt is. Itt vezetnek meg, hogy felfújják, hogy vizezik, vagy nem tudom, azért sok-sok a konversz, vagy ilyen sok helyen átvágják az ember. És vannak például, hogy ha már kézműves fagylat, tehát hogyha jégkrémből tovább lépünk a kézműves fagylatra, ott általában két hiba szokott előfordulni. Van az a verzió, amikor túl habosítják a fagylatot, és ilyen nagyon-nagyon pupos lesz a dolog. Ott a másik hiba pedig, ha nem nálatok veszik. Akkor már három. Köszönöm, hogy ennyi lett volna a válasz. Nem, tehát hogy a nagyon-nagyon pupos fagylat, ugye két probléma van. Az egyik az, hogy a fagylatnak van egy ilyen természetes, hát nem hűtőgőbe, tehát hogy áramlik a fagylat, ugye, és hogyha nagyon fölpupozod a fagylatot, a felső része az kiesik ebből a hűtőtérből, és a hűtőnek a cirkulációja sem biztosított 100%-ban. Másrészt meg ugye az is mondjuk, vannak ilyen habosítószerek, amivel ilyen nagy fagylatot lehet elérni. Jártam már például a Pécsen olyan fagylattal, amit nyaltam egyet a citromfagyiban, leugrott a flaszter, és önálló életre kelt a citromfagyi. Így van konkrétan. Tehát ugye általában ezek a variációk jöhetnek, de én azt gondolom, itt a jégkrém esetében, ugye a multikban jóval kedvező báron lehet akár úgymond egy liter fagylatot venni, vegyétek ki, olvasszátok ki, és meglátjátok, hogy mennyi a levegő mérték, mert ahogy elkezd olvadni, minimális lesz csak a műanyag edény alján a fagylat lét tulajdonképpen. Meg van, akkor kiolvasztom, és látom, hogy mennyi az úgynevezett száraz anyagtartalom tulajdonképpen. Ezt megcsináljuk egyszer egyébként, igen. Jó, hát egyik kísérlet, tudod, megveszel ott, vagy megveszel a... Én megszponzorálom nektek ezt a kísérletet. Most azért pont van 200 forint a zsebemben, hogy vegyek egy kalipót, nem? Vagy valamit. Ja, egy kalipót, igen. Na, kóstoljunk, gyerekek, jó? Kóstoljunk. Na, hoztam, nem én hoztam, csak eljátszom, hogy én hoztam. Szemeket csukjátok be, hogy ne lássatok a színeket. Jó, hogy ne Feri lássatok. Nem is lát semmit, amúgy sem. Levettem a szemüvegem, ember, mit Feri, csukjak még be? Hagyj itt van szemed nyugodtan. Na, nézzük akkor, jó? Én nem tudom, nekem nincs fölírva, hogy mit adtok a srácoknak, majd próbálom szájról olvasni. Ádám, súg meg, vagy nekem írd meg, Viki, és akkor mondjuk, jó? Feri megkapta az egyiket. Csak hogy hová tart ez a fajta gasztró... Azt tedd meg te. Nézd meg milyen. Jó, nézd ki legalább. Mit mondjak? Mondjam a színén? Hát már mesélj róla. Meg. Ja, jó, nem akarok róla mesélni, kóstold meg, aztán mondjuk, hogy mit kaptál. Nem ez az anya teljes. Hozzáteszem, az egy dínyertes fagylat. Na, egy dínyertes fagyi. Mondod. Hova viszed? Janinak is, aztán minden... Nehogy már egyből legyünk. Hallod? Mind a ketten elmondhatjátok, hogy szerintetek mi van benne. Tehát mi az alapanyag, jó. Mi van benne, kíváncsiak az ízlelésetek, hogy mennyire érzitek. Segítségképpen annyit elmondnék, hogy a Balázsnak a tavalyi év fagylaltja verseny győztes fagylaltját kóstoljátok. Ha esetleg képbe vagytok, akkor talán segít. Jó, ne súgjál, mert ezek képbe vannak. De én nem vagy képbe. Mi az alapanyag, mi van benne, mit éreztetek, tessék? Ja, mondjam? Nem, mutasd. Nagyon jó. Szerintem a citromfagyiba beledőlt a barack lekvár. Na, nem az tessék, lehet? Mi lehet? Szerintem ez hecsedli. 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 Feri, mi lehetett ez szerintem? Mondtam, citromfagyiba beledőlt a barack lekvár. Citromfagyi barack lekvár. Jó, mi ez valójában? Janinak egy pontot írjunk. Ne csináld! Hát mondjuk ő a cukor, ő a cukor, Feri! Hecsedli van benne, tényleg? Ez nagyon finom fagy. Valamelyikben benne van az anyatej? Nagyon remélem. Nem fogod érezni. Miért nem? Csak a tudat kell, hogy tudd, hogy megetted. És onnantól kezdve Noella a tejtestvér vagy, Feri. Úristen, jó, kapjátok a következő. Drága hallgatók, hát bárcsak ti is meg tudnátok kóstolni, talán ez nektek kevésbé izgalmas most, de mi nagyon jól szórakozunk. De kevésbé hallgató barát a dolog, viszont sok mindent megtudhatok a fagyiról. Nyugodtan nézheted. Hát jó, de nem sem. Életemben nem ettem ennyi édessége. Na. Gyere, Viki. Ez málna, nem? Gyere, Viki. Hallgass a Feri, gyere, vagy hallgass a Jani, gyere, Viki. Gyere közelebb. De ha most én is eszem valamikben, amely anyatej van, akkor én is a Noának a tejtestvére leszek. Apja és tejtestvére. Jó, mi van benne, Jani? Hát alapvetően ez szamóca. Na, valami magos. Csak nem tudjuk, hogy mi van még mellé belepasztalozó. Valamit érzel még mellette? Van még valamilyen íze, valami kijön, valamit érzel? Igen, úgyhogy húz vissza a lábadat. Feri, mi van benne? Mit érzel a szamóca eper mellett? Valami? Semmi? Semmi, nem tudom. Mi van még benne? Mondja Balázs. A lecsengését arra próbálom. A lecsengés. Jó. A lecsengését a két gyerekkel menjen fagyizni, mikor figyel az egyik gyerek esik le, a másik keni össze magát, száll be a kocsibe, meg figyelem a lecsengését. Na mi van benne, Balázs? Virágot kellene érezni. Virágot? Virág. Jani?
Akkor pipacs. Egy virágfajtát érzek benne. Nem érzitek, én ezt érzem. Na mit? Adjál már. Ez fura, hogy nem érzitek. Kutyatej. Nem, ebben rózsa van. Így van. Ez rózsa? Ezt érezni. Nem szoktunk rózsát enni, lehet, hogy ez a bajunk. Rózsavíz, egy pici rózsavíz, és akkor... De ezt érezni. De bolgár? Bolgár rózsavíz? Persze. Én csak azt ismerem fel. Anyám azt használta, bár ő hónajra. Mi a következő? Nagyon finom. Okay. Ez nagyon jó volt. Ugyanolyan, mint a kettővel ezelőtt. Nagyon jó. Érdekes, a rózsát nem éreztétek, ennek nagyon jellegzetes rózsa íze volt, pedig ezt én is éreztem. Ez alkoholos. Halló. Feri, hazaértél. Végre. Mi ez, Feri, mit éreztél, addig mondhatod? Tessék. Ja, nem is szorokom a kanalat. Barack pálinkát. Barack pálinka. Jani, te vagy a szaki? Hát én ezt inkább narancsosnak érzem, mint barackosnak. Na, ja. Most miért teszel tönkre? És van benne, szerintem... egy pár fok mínuszban, mit tudom én. Okay. Nem tudom. Nem mi tudom, volt ez? Mi, ez milyen? Ez egy homoktövis fagylalt volt. Homoktövis fagylalt. Gábor itt lett volna, biztos, hogy kitalálja. Hát nagyon jó. Hallottam. Nagyon jó. Ő homoktövis szakértő egyébként, igen. Nagyon magas a C-vitamin tartalma, antioxidáns tartalma. Kérdés, hogy mennyi marad meg. Ugye hát ezt nem lehet tudni, minden esetre íze nagyon érdekes. Szerintem egyébként, most persze ez okoskodás, főleg amikor itt vannak a szakértők, de hogyha a homoktövisbe egy picit több cukor kerül, akkor már annyira megváltoztatja az ízét, karakterét, hogy érdemes mondjuk cukormentes homoktövis lekvárt megkóstolni, mert akkor jön elő az íze, nagyon-nagyon könnyű tompítani, meg jellegtelenné tenni a fagyit. Mm. Ezt most sikerült nektek, srác! Nem, nagyon finom. Egyébként Balázs, most visszatérve a vitamintartó, hogy a gyümölcsfagy esetében, ugye mi egy hideg eljárással készül, azért többnyire kevésbé benne van a vitamin, így van, és nagyon fontos az, hogy nyilván többféle módon lehet gyümölcsfagylatot készíteni, de mi általában a vizes bázist preferáljuk, ezáltal ugye a tej érzékenyek, laktóz, tejcukor érzékenyek is fogyaszthatják, így van. Ezt ez gyerekek, az milyen érdekes, hogy régen tényleg lezavart anyád egy gombos pisztáciáért, és ma már ez tudomány lett, nem? Szóval ilyen fagyi, olyan fagyi, ilyen alap, olyan alap, tehát hova fejlődik a gasztronómia, elképesztő, nem? Egyél, Janika, csoki fagyi, ettél csoki fagyi, annak ide voltál. A mosogatás volt a lecsengés, most meg 250-ért megvettél egy gombócot, és tényleg most olyan fagyik vannak már, hogy... Igen, csak időben, amikor Janit leküldte az anyukája a csoki fagyi, nagyon nem volt csokoládése. Azért küldték le, mert tudták, hogy nem találja meg, visszajött az meg. Na, mi a ez következő? Ez madártejfagyi. Madártejfagyi, mondja a Feri, Jani kóstolja egy gyorsan. Mi az, határeset, ne szórakozzál. De próbáld az összetevőket, hogy mi lehet madár benne. Meg madár, meg tej. Igen, hát ez egy vanília fagyla. Vanília, madártej. Vanília fagyla. Nincs benne madártej? Tojásárga, a vanília rúd, az van benne gyakorlatilag, igen. Aha, érzel-e még valamit benne? Benne? Jani, te is kóstolnál? Kétféle is. Jó, mikor Jani mindegyik fagyit úgy eszi, hogy kicsit vizionálja a Viki melleire. A tej testvére. Ez a Viki ízű. Érezted a tejet? Én nem tudom, melyikben van. Nem érzed? Hund be a szemed, gyere. Viki. Jani, érzed a tejet? Értem már, hogy miért akartál második gyerek. Ebben van? Ebben van. Ünnepi pillanat. Ebben van az anyatej. Ezt megisszuk, ennél minden csepp. Bármikor meglátjátok Noel nevezetű gyermekemet, pacsizzatok vele, és mondjátok, hogy gyere a papához, tejtestvérek vagyunk. Az orromba is öntök, állandóan dugul. Ebbe kevertétek kicsit? Nálam, ebbe raktatok? Azért volt ez a kis finom édessége benne, a plusz. Gyerekek, én naturba kóstoltam egyébként, nem hülyék a gyerekek, hogy szeretik. Ugye, nem, hogy nincs rossz íze. Jó, onnan már tudtam egyébként, hogy éreztem, hogy a sírás folytogat, előtt mindig felsír. És azt akartam, hogy jól vesznek. Na, mi van, még egy utolsót még nézzünk. Jó, mi van nálad, Feri? Mák. Most ugye elárult a Feri, amelyik rögtön abból akarnék enni. Én imádom a mákfagyit. Na, jó. Szegény hallgatók csak a csámcsogást hallják, és vizionálják, hogy milyen ízeket érezhetünk. Hozzáteszem, hogy a Balázs egy kicsit izgultunk, hogy ki fogjátok-e találni az ízeket, mert ha nem, akkor mi lettünk akkor volna. Igen, baj van. De nem vagyunk rosszak, tehát egy alapfagyi felhasználókhoz képest nem vagyunk rosszak, úgyhogy egyikünk se látta a listát, teljesen tudatosan nem néztük meg. Szinte biztos vagyok benne, hogy ezt nem találom ki, de most komolyan, mert hogy itt ebben lesz valami csalfintosek, nekem ez szeder csokival. Szeder csokival. Közel vagyunk, gyakorlatilag ez egy éjcsokis fekete ribizli. Ez még egészen a racionalitás talaján maradtatok ezekkel nem a fagyikkal. Tehát nincs nagyon elborulva de akkor ez a dolog nincs, most. Nincs egyébként. Mák. Balázs? Na, ez egyforma most? Nem, egészen. Mert ez az utolsó, ez... Nagyon kínáljátok, ez gyanús. Ebbe apatej van, srácok, vagy ebbe mit tettetek? Mert nagyon-nagyon furi. Ez megy. Cseresznye? Nem. Paradicsom. Ezt te csak folyékony formában ismered, Feri. Ez már neked, jobb is az ízed, mint ez neked túl szirán. Várjál, most megkóstolom.
becsukom a szemem, és hosszú végtelen mezőket látok magam előtt, amiket tálib katonák őriznek általán egy veltesekkel. Érzem a kis ópium illatot. Ez mák! És ez mi volt? Ez a nagyon, nagyon gyümölcsös? Levendulás, epres, limonádé. Levendulás, epres, limonádé. Feri? Feri megkóstolta. Én már megkóstolta. A csokit nézzük már meg. Az végre rendes. Én ezeket jó, utolsó, aztán zárnunk kell a dolgot. Nem, sajnos még egy meg kell csinálni. Ezt egyik csináltok. Akkor ilyen Cadik is nagyon elborult, akkor ti nem is csináltok. Tehát ezekből mi akkor nem... Maradunk, így az meg a hagyományos. Hát néha azért be, mi azért becsempészünk egyet-kettőt kell. Na, ez fagyi. Hú. Na, mit kaptál? Ez fagyi. Csoki? Csoki, de olyan, hogy megőrülsz. Mi van benne, Balázs? Ez micsoda? Ez egy csokoládé. Ez csokoládé fagyi. Nagyon exkluzív. És semmi. Egy műanyag kaláb. Ez tényleg az a csokoládé fagylat, amelyik látott csokoládét is. Van. Bármilyen fura, de... Azt például, hogy csalják el, na segítsetek. Tehát ha például egy cukrász, vagy nem, magát cukrásznak mondom, mert nem akarja belerakni a csokoládét. Ételszínezékkel megszínezi, de nem tesz bele. Hát alapfelvetés nekem, hogy mint vásárló, nyilván látott csokit, nem alapfelvetés. Nem, szerintem kakófagylatból nyilván többet fogyasztanak azért a hallgatók, mint csokoládé fagylatból. Tehát kisporolják belőle nyilván, a valódi csoki. Igen, igen. Jó, de várjál, ha ez egy új kreáció náluk, akkor úgy kellett volna feltenned a kérdést, hogy csaltátok el korábban, hogy most... Ne, ők nem olyan. Itt fölfőz ügyekalatag kakóbaj a kakómaszával, és egy csokoládét rakunk bele. Ez na, viszont annyira levendulás, hogy, tehát, hogy el kellene felejteni a levendulás szappanokat, amikkel az ember mosakodott hosszú éveken keresztül, meg amiket az anyja rakott be a szekrénybe, hogy illatosak legyenek a igen, alapvetően ezekkel azért óvatosak az emberek, akár rózsával, ibolyával, levendulával, mindenki rögtön a szappanra, a ruha illatosítóra, meg ilyenekre gondol. És ugye hát mi azért ezt nyilván fűszerként használjuk a fagyba. Na, drága hallgatók, csak mondjuk, hogy higgyetek el, nekünk se könnyű. Anyád, de jól laktam. Szóval higgyetek el, azért ez egy nagyon nehéz hivatásám, ez a rádiós műsorvezetés. Nyeljétek le szépen a nyálatokat, jó? Ezt menjetek most már el. Nagyon nehezen gyűröm le ezt a pisztáciát én is. Menjetek el reggelizni. Mi az ízeket megpróbáltuk átadni, de ez egy hálátlan dolog nektek, szegényeknek, de veletek vagyunk, értetek, kóstoltuk végig az egészet. Te most már nekünk kapu? Én apu? Igen. Noelnak ti tejtestvérek, pár én is mellettem, mert nem tudtam, hogy az is rámartam a vanília. Utána szólt a Viki, hogy ez az, úgyhogy kicsit újra megkóstoltam. Nem, Feri, nem. Mert nagy család vagyunk. Mert az, amit belekevertek a fagyiba, az a Vikiből származott. Hogyha a Balázsba származott lehet volna, nem lennél ilyen vidám. Az biztos. Na jó, de hát... Ha bár őt ismerve... De... Hát, na most mondd el, volt valami. Srácok, hát a vanília fagyit mi is körbáltok a barátaimmal. Nem, egy kis anyatejet ígértem nektek, megkaptátok. Köszönjük, de hogy a hallgatók sem maradjanak ki belőle, a nyári kitelepülésünkre, vagy tavaszi kitelepülésünkre már készülünk egy saját standal Vikinek. Minden állomás. Igen, van nagyon sok, a mélyhűtőben tudunk. A készlet erejéig jók vagytok, az első két kitelepülés helyszínén abszolút, abszolút vihető a fagyi. Nagyon erős íze egyébként nem volt, nyilván humor jelleggel volt ez hozzákeverve a vanília fagyihoz, de nem mondhatjátok Noelról és magatokról, hogy tejtestvérek vagytok. Vagy tejtestvérek vagy a gyerek. Ugye? Pár év múlva majd. Istenem, és amikor osztozunk a vagyonon, tudod? Hát a tesódnak csak adsz belőle. Hát egy testvérnek kell. Hát szerintem. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mondjuk itt lakom az Alkotás úton, és a rendőrség engem megtalál, és azt mondja, hogy uram, ne haragudjon, az ön kilátása nagyon jó, rengeteg autót tudunk bemérni. Mondhatok én nemet a rendőrségnek, vagy őket be kell engednem kirakni egy fix trafipax mérőt, mondjuk az RKM-re? Szerintem egy jó pont. Egy jó pont? Egy jó pont, hogyha felengeded őket, vagy beengeded őket. Elnézést a muskát, Lika, ahol én úszatom, hogy... Szerintem 100%-ot kérjél a bevétel után. Micsoda üzleti vénád van neked. Milyen szép meg, milyen fixre nem szabad megalkudni. Hát meg tudunk egyezni, jó napot kívánok. Ha értik, mire gondolok. Állítólag az a cég, aki ezeket fejleszti, ezek ott vannak az Alkotás úton, és ez az ő irodájuk. Nem küld adatokat sehova, kaját hordunk nekik, tudom, írja egy hallgató. Hát akkor ott nem kell félni. De bocsánat, ez azt jelenti, hogy én bemehetnék venni egy ilyen trafit? Persze. Nagyon kell. Az nagyon, nagyon kell. De nekem, ha én akarok, én trafi fetisista vagyok, akkor nem. Én vehetek. Utána irány egy kölcsönző, és leállsz a hetes mellett. Nem, de rossz. Egy haverodat fél méter, 30 méterrel tovább leállítod, egy kamuri kölcsönzött rendőrautóval,
És szépen hülyére keresitek magatokat egy percet. De érted, ha ezt egy magyar cég gyártja hivatalosan, elvileg lehet. Csak a rendőrségnek adhatja el, vagy én bemehetek maga személyhez. A megfogalmazás nem jó, nem csak a rendőrségnek, másnak nincs szüksége rá, Feri. Jó, de ha azt... Tehát ezt inkább így közelíteném meg, hogy nem csak a rendőrségnek, csak más nem vesz tőlük, mert minek. Nem ez a legnépszerűbb karácsony ajándék. Otthonra egyet érten a hálószobában, hogy sebességet mérjem. Mondjuk egyébként gyerekek, veszek egyet, és megnézem, mennyivel tudok szerválni. Tessék, arra is jó. Ez nagyon jó ötlet. De tudjuk mérni. Tud ez szervát mérni? Hát biztos, hát persze, hogy tudjuk. És majd kapjuk az SMS srácok, trafit láttam a római parton. Nagyon fura. Valaki viszi a vállán teniszszerelésbe a trafit. Ne? A Bali ment a rómaira teniszhez népen. Vegyünk egy ilyen trafit, és nézzük meg, hogy mennyivel szerválok. Kicsit öncélú a dolog, ezért több milliót elkölt. Igen, szerintem kérjünk be egyet a rendőrségtől, egy szakértővel együtt, és itt a hátsó udvaron megnézzük a szervát. Ennél céltalanabb csak az lenne, hogyha valamelyik teraszotokra raknál be, a kis kertvárosi utcátokban. Na, itt ez lesz fegyelem, nem fogok szágodozni lefel alá. Csak én. Egyébként jó, hogy mondod, eszembe jutott valami. Viki, kapcsolt be. Mi van akkor, ha én veszek egy ilyen trafit? Igen. Kiállok az Alkotás útra, és elkezdek vamzerkedni úgy, hogy utána jelentek a rendőrségnek. Ne, csekkold a szemben lévő kamerát. Tudod? Tehát besúgó leszel? Úgy leszek besúgó, hogy veszek egy ilyen kamerát, és azt mondom a rendőrségnek, hogy oké, hitelesített kamera, ti is ezt használjátok, kiállok, és fél pénzért jelentek. Ilyet nem lehet. Miért nem csinálja ezt a rendőrség, hogy alvállalkozóknak fusiba ki lehet adni mérést, nem? A felét megtartod, a fel a rendőrsége. Egyébként hát jó. Mindig azt mondják, hogy nincs elég emberük. Így hát van, akkor máshol is tudnának foglalkozni ezek a rendőrök. Nagyon jó. Nagyon jó. Meg biztos van egy csomó... Meg leasingelt. Tessék, a leasingelem. Ki tudnám rakni a házhoz? Uh-huh. Egy csomó embert egyébként zavar, hogy ott a kerületében parkosítva van, gyerekek bicikliznek, gyorsak mennek, száguldoznak, náluk is ilyen sóderút van, nincs hál' Isten lebetonozva. Kirakom az utca végébe, fölveszek egy kalapot, és tudják, hogy Bali mér. Aha. Vége az, megmenteném a községet, ahol lakom. Nem mentenéd meg, mert az első nap vernének meg, ugyanis te nem vagy hivatalos szerv. Hát jó, de tudják, hogy jelentek. Akkor mi van, a rendőrautót mérjük? Fordítsunk egyet, fordítsuk ellenük a saját fegyverüket. Hát, kezdjük el mi alkotán. Mérni a rendőrautókat. Vegyünk egy ilyen eszközt. Aha. Tehát ez olyan, mint ugye a Millennium Falcon elkezdnél lőni a lázadókat. Hát ha ők mérhetnek, minket mérjük mi a rendőrautót. És nem? Hova jelentesz? Ez igaz. Hogy ez csak egy apró kis baj van vele. Azért hogy megvan az adatod, oké, és? Azért az fura, hogy a rendőrség levelet kapna Vas megyéből. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Végeztek egy felmérést Németországban, és érdekes a dolog, mert hogy az autókat kutatták, és megnézték azt, hogy családi autó vásárlásakor kik mondják ki a döntő szót, és hogy mely autók néznek ki tisztában, melyik autók, vagy mely tulajdonosok autói ápoltabbak, tisztábbak. Kiderült egyébként, hogy a németeknél a vásárláskor a nők mondják ki a végső szót, főleg ha hát az árról van szó. Tehát leginkább egyébként ugye arról van szó, hogy a nők döntenek Németországban. És érintette a felmérés az autóvásárlás körét, kiderült, hogy a biztonság volt a legfontosabb szempont egyébként. A nők számára a dizájn, a szín és az autó belső kinézete is kiemelt fontosságú volt, idézi ezt egy tanulmány egyébként. És itt a tisztaságnál álljunk meg szerintem egy pillanatra, erről már beszéltünk a múlt héten, de említettük, hogy foglalkozunk vele, hogy vajon az tényleg mitől függ, hogy a tulajdonos mit enged meg az autóban, és kinek mit szabad az autójában, erre lennék kíváncsi, hogy ez egy nagy szentély sokaknak, és hát enni-inni nem lehet, van ahol lehet enni, van ahol a gyerek is matricákat ragaszthat, van ahol a nő mondja meg, hogy hogy nézzen ki az autó. Minden esetre a vásárolsz mindig hölgytulajdonostól veszed, azt észrevettétek? Hát ezt, hogy ebben... Garázsban tartott, keveset dohányzó, nem dohányzó, keveset futott hölgytulajdonostól, ugye? Idős doktornő használta a kocsit, és igen, akkor megvan mindenki örülve, mert akkor azt tuti. Hát nem tuti egyébként egyáltalán, ugye? Tehát abszolút az még, hogy valaki odaírja, hogy női tulajdonos, az még nem biztos, de az érdekes, hogy én először arra gondoltam... Sőt, tehát az esetek 90%-ában valószínűleg igen, nem. Nincs annyi idős doktornő, amennyi ilyen használta utóban. Én először arra gondoltam, hogy az a habitus, amit mondjuk otthon képviselsz a lakásodban, az megjelenik
az autóban is. Aztán megnéztem a lakásunkat és az autót, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így van, mert akkor nem lehetne belépni a lakásba a szeméttől. Az én kocsim, én bevallom őszintén, hogy én egy nagyon slendrián, nagyon trehány ember vagyok, fél éve nem volt lemosatva az első ülés, ugye én nekem két ülés, és az autóm az első ülés előtt egy ilyen halom van, ami mindenféle papírok, üdítős doboz, szendvicses, akármicsoda, oda le van dobva. Na most otthon meg nem így élünk. Tehát akkor hát, miért engedem meg magamnak itt a kocsiban? Amit otthon nem. Na? Hát talán pont ezért. Mert hogy itt kiereszteted a gőzt. Érted? Beszállsz a kocsiba, és onnantól kezdve érted. Nincs ott a gazdám. Kirugod a házoldalát, nincs ott a gazdám. Igen, nincs ott a te kis gazdád, aki megmondja, hogy merre, meddig, hány méter, és aztán azt csinálsz, amit akarsz. Érted? Az maga a szabadság hona. Érted? Hogy szét lehet dobálni, az igazi demokrácia. Bármi. Igen. Tehát vannak a koszos autósok mi, ugye? És vannak a tisztán az autójuk a tisztán tartó autósok, szerintem az inkább Jani, Jani. Vagy Janiék. És hát a kettő az, nátok rendben is fegyelem. Én megmondom, hogy rosszul vagyok attól, hogy ha beszállok egy autóba, és azt érzem, hogy a tulajdonost egyébként zavarja, hogy például milyen cipőbe szálltam be. Előtt már az és is megnézi, zavarja, hogy beszálltál hát, egy picit. Le lehet ezt védeni. Tudok ettől őrülni. Vagy pár oldalnyi hirdetés újságban ezt meg lehet oldani, mi például ezt csináljuk. Ne. De. Hát elég sokat járunk ki így, a város környékére, olyan helyekre, ahol sár van, kosz van, mocsok van, gané van. Hát ez neked felé ismerős kell, hogy ne jelent. Hogy a világon, ne jelent. Ne csak bele, te paraszt. Na, és... és megmondom őszintén, hogy én már untam azt, hogy állom a porszívó, minden egyes út után a gyerek alatt ki kell porszívózni, mert ott van alatt a 3,5 kg sár, úgyhogy bedobtam oda egy pár hirdetési újságot, ezt taposan azon, érted, nem én rossz. Nem fogok foglalkozni a kárpittal, ennyit, mert már belőszintem. De az autóban érted tulajdonképpen, nem? Tehát mi azok vagyunk, akik azt képviseljük, hogy az autóban érted. Nekem van egy barátom, akinek enni lehet az autójából konkrétan, és látom rajta, hogy megeszi a pipa, amikor én úgy szállok be, hogy nekem kicsit sáros a cipőm. De nem az, hogy tudod, az én kicsit sáros a cipőm, az nem azt jelenti, hogy egy fél kilós tömbbe csinál, belép. Azt látom, hogy mozgolódik, nézi, már várja, hogy kiszálljak, megy, porolja a szőnyeget, és mondom, mit csinálsz? Hát, de hogy... nincs igaza? Tessék? De nincs igaza? Nincs. Hát nyilván mindenki úgy tartja az autóját, hogy akarja, de nem arról van szó, hogy az autót használod, és utána majd kitakarítod, akit lever a víz, hogy mit tudom én. Most nem azért mondom, de én utaztam ezzel az emberrel, akire te gondolsz, és az az ember kis dobozokban viszi magával az ételt, és úgy fogyasztja el, hogy maga mellé teszi, és nem ez a trehány, nem törődöm, kicsit, én azt gondolom, hogy a saját autóját, a saját tulajdonát nem becsülő módon áll az autóhoz, mint te. Tehát, hogy az tényleg olyan, mint hogyha, tehát, hogy nem az a kamu hirdetés, hogy megkímélt állapotban, szervizből elhozott, újszerű, akár nála tényleg olyan az autó, hogy beszállsz, és azt érzed, hogy most leszedve róla az utolsó centi fólia. De olyan például, hogyha leül egy nő az anyósülésre, akkor összeszedeti vele a hajszálakat, mikor kiszáll. Itt van ez a Balázs enged, légy szíves, csináld. Szerintem ez nem jó. Tehát az autó azért van, hogy használd, nem? Persze nyilván nem kell benne megenni egy fél disznót. De igen, de... szerintem a fél disznó mindig jó, van nála. Az a baj, hogy a saját magad rabjává válsz. Tehát beül melléd valaki, és azt látod, hogy így nézelődik át, hogy na most akkor mi van, úristen, elállította az ülést. Tehát van, aki ennyire beteg. Az én egyik haverom, régen 10 évvel ezelőtt, azóta már nem beszélünk, de nem emiatt, ha beültél mellé, akkor tetted be a lábad, és azt mondja, áj! És egy nylon zacskót leterített eléd, és volt olyan, akinek nagyon sáros volt a cipője, rá kellett húzni a nylon zacskót. Szerintem nem, hiszem, ne. Az nagyon tetszik, ez nagyon szimpatikus. Hogyha annyira fölcsapott a sártot, hogy az oldala is az volt, ami hozzá érhetett volna a kárpithoz, bárhol. Akkor nylon. Két nylon zacskó, és azt húzza rá a lábam. Jézus Isten. Jó, ez nagyon jó. Mik a szabályok? Tessék, kinél lehet enni, inni az autóban? Nálam. Enni, inni? Szigorúan tilos? Hát, attól függ, hogy mit? Egyrészt mit, másrészt pedig, hogy milyen körülmények között, és mit raksz alá, mert rakni kell alá mindenképpen valamit, hogy azért nem orzsáljunk. Én például rohadtul utálom, hogy ha mondjuk itt a középső konzol és igen, az ülés közé becsúszik valami. Én attól megörülök. A következő benzinkmódnál biztos, hogy megpróbálom valamivel kiszedni onnan, vagy csipesszel, vagy bármi mással.
De miért ne csúszhatna? De onnan nincs annál jobb, mint onnan kivenni a sült krumplit. Tehát becsúszik a sebváltóhoz, vagy becsúszik a kézifékhez, kezedben a majonéz, fogod valahogy, és közben még próbálod egy hónapos sült krumplit kihúzni, amúgy a gyerek rá akart harapni egy sült krumplit, mondtam, hogy Benni, talán nem biztos, hogy nincs benne romlandó, de az olyan, nehet meg. Vannak olyan ételek, amiknek jót tesz, hogyha még egy kicsit állnak, meg érnek. Na, igen. Ezeket meg lehet találni a te kocsitban, így egy-két hét után. Figyelj, nálam valami, nem tudom, valahol beragadnánk az M7-esen, egy hétig még tudnánk abból élni, amit az ülés alatt találunk, az biztos. Mi ez? Pápusztai? Most már az, de amikor megvettük, még trapista volt. Nem, szóval, hogy érted, hogy tiszteld meg annyira az autót, meg szép autód van, hanem, jó, nem is, de hogyha szép autód van, akkor tiszteld meg, mert gyönyörű belülről. Ja, látom, ha túl tiszteled, akkor nem az lesz, hogy az autó, te vagy az autóért. Tehát szállj be úgy, ahogy kényelmes. Ha akarsz, egyél ott. Ha ezeket nem teszed meg, akkor az autó uralkodik feletted. Hát akkor az van, amit ő diktál. Jó, de mi olyan kényelmes banánhéjokon ülni? Honnan tudod a banánhéjokon? Ja, mert ültél nálam néhányszor. Nyáron a dugóban megállsz, és eszedbe jut, hogy tavaly térről egy fél üveg ásványvíz még ott van az ülésed alatt. Tudod, hogy szoktam, örülni a tenisz után, amikor hogy megállok, nyomok egy féket, és vagy kinyitom, megszagolom. Csak víz, szabias nem vagyok. Lehet baja, tudod? Három hónapos ásványvizet találok között, tudod mekkora öröm? Hát te nálam találtál banánhéjat. Hát ott van minden egyébként. Tehát, hogy az biztos, hogy ebbe igaz, hogy ha hátra nyúlsz, így vakon, becsukott szemmel, Balázs autójának a hátsó traktusába, és benyúlsz így az üléssel, biztos, hogy kihúzol onnan valamit. Cserikok, nem is tudtam, hogy még át. Igen, de tényleg, én régi három darab szevenapos dobozt találtam most, és négy éve hagyták abba a forgalmazását. Ez még csak a belső tér, most jön a hátulja a kocsinak, ahol mindenféleképpen van váltásruha, tehát amit bedobtál, hogyha sportolni jársz, ott van. Akkor egy kicsit egy 4-5 napja ott megragad kis edzőpóló, vagy kis futógatja, az még ott van, hát bármikor rá, te mész teniszezni? Agassi nincs, kollekció, ezt még gyártják. Olyan nincs, hogy nincs nálad tenisz. Ott minden van. Ugye? Ott minden van. Nálam tényleg minden van. Tehát két farmer, amit átettem edzőcúzba, mentem haza, egy bakancs, ott van hátul, bedobva, edzőcipő, minden. Tehát, hogy én az autómban élek konkrétan. Száz év múlva megtalálnám mondjuk egy archeológus a mi autókat, meg Balázsét. Balázsnak örülne jobban, mert hogy ez egy teljes lenyomata lenne egy 21. századi család életében. Hányszor takarítod? Minden héten kitakarítjátok? Minden héten. Minden héten az a prógi, hogy elmentek, mit tudom én, Tetyóba, és utána autótakarítás? Nem fejezte be a mondatot. Mi csinálunk apuka vasárnap? Autót takarítunk, Tetyóba megyünk. Nem minden héten, minden héten ötször. Ja? Nagy nyomásúval fellazítom. Aha. Letakarítom. Nyomod ezeket az 50-eseket? Igen. Igen, mert nem hiszek nagyon a... Vagy és utána beállunk még a gépibe. Utána pedig átállunk a porszívózóba, ott letörlöm, és kiporszívozom. De van, amikor otthon is kiporszívozom, még a porszívozás után, mert nem hiszek ezekben a benzinkúti porszívókban. Van egy hallgató. Halló, jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Hello! Szia! Hello, hello! Marci, na, neked van egy férjed, aki autótisztán tartó, vagy autótisztító, ugye? Igen. Na, igen. Ő mit csinál, vagy ott nálam itt nem lehet? Ő a notórius tisztító, tehát őt úgy jellemezném, hogy többet simogatja az autóját, mint a feleségét. Oh. Tehát, igen, tehát ő nem viszi a gyerekeket sehova. Ilyen nincs, azt felejte. Hát, nem ülhetnek be a gyerekek? Nem ülhetnek, ne. De ha esetleg én dolgozom, és ő neki nagyon-nagyon muszáj vinni őket, akkor utána mindjárt egyből porszívó, és nem, hát szintén, mint a Jani, hogy leterítem én is a reklámújságokat, hogy nehogy véletlenül a lábnyom meglátszódjon, akkor rám szól. Most takarítottam ki az autót, tehát mielőtt beülsz az autóba, leteszel a kis seggedet, és a lábadat összevered, hogyha esetleg valami kis kosz van a cipőt talpán, az még odakint hát ez egy szörnyű rabság, hát ő van az autóért, nem az autóért, tehát ez egy rabság, hát mindenre odafigyelni, hát az kell, hogy az autó téged kiszolgáljon, hogy szeress beleülni, egyél, aztán majd valaki valahol valamikor kitakarítja. Olyan már volt, hogy én is rendelkezem autóval, úgyhogy abban igen. Jó, pont ezt akartam kérdezni, hogy is, amikor vidékre mentek mondjuk üdülni, vagy valami kicsit pihenni, akkor ő lemegy autóval, a gyerekek megvesz egy vonathegyet. Ez külön. Figyelj, és nem is ehetnek, nem is ihat, tehát semmit nem lehet csinálni. Nem. Mekkorák a gyerekek? A lányom 12, a fiam pedig 6. És akkor éhesek valahol, megálltok, kiszállás, autó, evés, parkolóban? Igen, hosszútra megyünk, szendvicset csomagolók, akkor megállunk ilyen kis országúti parkolóba, és akkor oda kiülünk, ott lehet enni, ott lehet inni. Úgyhogy semmi. Evés után váltócipő le, autóba be. Istenem, én egyszer hogy beülnék a férjethez, fognék egy hatalmas adag sajtburgert, tudom, hogy jön a ketchup, mártogatnám a majonézbe a krumplit, hirtelen az úgy leesne, kidőlne a kóla a kezé, szerintem én egy perc alatt kiborítanám, vagy ha ülne be az én autóba. Kapna. Ó, hát ő nem ül az enyémbe. Nem ül be?
Tényleg? Nem. De miért nem takarítja ki a tiédet is? Ő szokta takarítani az enyémet is, ugye, és akkor nem szeretném, hogy még egyszer ilyen állapotban lenne. Nem lesz. Most ennyi, én vásároltam meg a fenyőfát, a tüskéi még mindig ott vannak az ülésbe. Nekem mondod, ne, egy hetet takarítottam meg a kocsit, és nem tettek rá bogárvédőt, mert azt mondta a srác, hogy januárban nem kell, mondod, jó, csak nyáron volt utoljára lemosatva, úgyhogy kicsit bánt a dolog, hogy nem kérdeztétek meg, hogy kell-e bogárvédőt, és szintén a tüskék ott voltak a csomagtartóban. De ez nagyon kemény, és otthon is ilyen vagy, otthon is ennyire tisztaságbániás? Igen. De ez egy komoly betegség lehet ám, nem? Tehát amikor tényleg szedegeted a hajszálakat kényszeresen a padlószőnyegről. Ne is mond, tehát igazából most vettük meg a gőztisztítót, meg a mindent, hogy... Na, ráadásul én technikai őrült is. Ráadásul termékbemutatókra is jár, és le is húzták, jó? Úgyhogy a legjobb. Mondtam neki, hogy mi ezért fogunk elválni igazából, mert én ezt nem... Egyébként valódi konfliktusokra adhat ez okot, igen. Marci, köszi, hogy elmondtad, kitartás neked. Én is köszönöm. Ciao. Hello. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. A sógoroméknál még pukiz is lehet, mert átveszi a kárpit a szagot. Hát figyelj, ez is egy szempont. Aztán mikor eladod, akkor... Nálunk az a szabály, csak mindig úgy lehet, hogy bevallja. Nincs egymásra mutogatás. Tehát nincs az, hogy itt most akkor kire mutat, hogy mutat, kezed föl, megyünk tovább. Tehát semmi ilyen. Na jó, csak mi van akkor a sógoréknál, hogyha valaki olyan ül az autóba, aki még ezt nem tudja, akkor azt hogy közlik vele? Tudod, tehát, hogy azért nincs kedvedek, aki... Csak semmi fingás. Nekem a kocsin szent és érthetetlen, amikor újdonsült barátnőm önkéntesen bekapcsolta a fűtést és állítgatta a fújókák irányát, na ott elpattant egy ér az agyamban, hajszál hiány szakítás lett belőle, de sikerült feldolgoznom, és azóta is együtt vagyunk, csak letisztáztuk a szabályokat. Nincs. Hát de könyörgöm, az, hogy magára állította, hogy a meleg oda jöjjön. Hát fázott szerencsétlen lány. Most, na az, igen, nem nyúlhat hozzá. Tényleg nem van nyúl. Olyan, aki ezt a kis lamellás szerkezetet, amivel szabályozott, hogy mennyire jön, meg hova jön, az, ha megfogja, akkor ki akarod rugni? Komoly, nem? Komoly. Az ideggörcs kerülget, amikor a heti autótakarításkor egy komplet svédasztal maradékát kell kipakolnom az anyósülés melletti zsebből, a párom turórudis papírjaitól kezdve a műanyag flakonokig mindent. Attila írta ezt nekünk. Hát akárcsak, mintha Balázséról mintázta volna. Mert hát ha beülsz hozzám, igen. De ezt most nagyon komolyan mondom. Tehát amikor beülök hozzá, általában, amikor kiszállok, akkor viszek magammal két marok ilyen mindenféle papírt, hogy egy kis helyet csináljak neki a saját autójában, hogy tudja megint hova rakni majd a következő papír kontingens. Illetve 3 percig pakolsz, hogy be tudjál ülni, mert minden ott van az anyósülése. Igen, ez még fontos, ez nem, ezt még akartod? Igen, ezt kidobhatom? Ez nem? Ja, jó, oké. Ne, nem, az a szabály, hogy minden, ami már nem fontos, lent van az anyósülés előtt a földön, ennyi. Az a szemetes. Mm-hmm. Tehát az anyós előtt rész lent a földön, az a szemetes, és ha még az ülésem van, azt hátra kell dobni. Ennyi. Tehát vagy hátra, vagy le a szemetes. Nagy szívfájdalom, hogy elmúltak már azok az idők, mert elég régóta ismerjük egyást, amikor még betétdíjasok voltak az üvegek, akkor még meg is értem beszállni el. Igen. Az én bátyám fogkefével takarítja a kocsi pedáljait. Gyerekek, ezt Betty küldte nekünk. Szóval azért ez is elég komoly. Mondjuk, hogy tényleg ott a gumirovátkák között megragad a kocsi. Rohadt idegesítő. Tényleg, és megcsúszik rajta a lábad, vagy mi? Igen, Jani, nem tudom, milyen autód van, de megvenném. Írja. Jól járnám. Az én főnököm lábzacskóval szállt be minden nap az autójába. Krisz. Lábzacsi. Ne, gyerekek, ez annyira proli, hogy ez szörnyű. Hát vagy nagyon precíz, vagy pedig... Nem mondd már, hogy precíz, hát ez nem, lábzacskóval. Hát vagy pedig sorozatgyilkos. De ez mindjárt, hogy otthon felveszed, lemész a garázsba, vagy lemész a lépcsőházba, és kinn az utcán felveszed a lábzacskót, és úgy ülsz be a kocsidba? Nem veheted föl, hát akkor a lábzacskóra ragadkozt, bevinnéd a kocsiba. Akkor beülsz a kocsiba. Berakod a fenekedet, a lábad még kint van. Ne. Előveszed a lábzacskót, ne. Fölhúzod, és úgy teszed be a lábad. Ilyen ember nincs, ő UFO. De van. Földön kívüli. Nem lehet. És adsz lábzacskót annak, aki beszáll szintén, ahogy te mondod? Igen. Én csak össze szoktam verni. De ki, aki beszáll, azt? Mit? Ne, amikor beszállok az autóba, akkor mindig egy picit így ki, úgy szállok be, ahogy te mondtad, hogy egy seggel befelelt. Jaj, ne legyél már ennyire. Jézusom. És mondjuk az enyémbe sose csináltad, Jézus, amikor vitteleg. Jézus, leszállom te autód. Ja, az is igaz. Beülsz a kocsitba az anyósülés, és összevered a lábad. Igen. Jézus Mária. Nem, én. De ha Jézus Mária szállna be, neki is összekéne. De ha nincs sár, nincs eső, akkor is azért, ha valami kosz beleragad, kicsit vered a lábad. Összeszoktam. Porocska, hát persze. Figyelj, hogy hívják? Nem, én nem akarok egy ilyen világban élni, ahol emberek úgy szállnak be az autó, hogy összeverik a lábukat. Fél évvel ezelőtt csináltattunk mérethelyes, márkalógós szőnyeget az autóban, nem fogjuk, érted?
De azért van a szőnyeg, hogy rátedd a lábacskát, mert kimosod. Olyan a szőnyeg van. 6000 forint volt a négy. Fekete alapon piros hábet, annyira jól néz. De nem lehet úgy élni, hogy szép a szőnyeg, azért nem teszem lábam, akkor vegyél egy gumiszőnyeget. Van olyan ne. Télen gumiszőnyeg, és nyáron kiveszed a gumiszőnyeget, és szőnyegként használod. Ha meghegeszek a küszöbre sárkaparót. Nem, ezt sokan csinálják, hogy télen bedobnak egy gumiszőnyeget előre, nem lesz koszos a szőnyeg, kiveszik a szőnyeget, jön a tavasz, kiveszi a gumiszőnyeget, és visszadobja a szőnyeget. Miért és akkor ne fóliázod le a szőnyeget? Persze, tényleg. És lehet, hogy a gumiszőnyeg védőszőnyeg. Kérdés, nátok az ülésen még rajta van a fólia? Nincs, és sajnos használtam, mert ezt egy picit sajnálva. Egyébként szerintem rajta lenne. Nem? Tehát szerintem egyébként ti nem vennétek le a fóliát. Úgy ülnétek. Úristen, ez nagyon kemény. Tényleg nagyon-nagyon mások vagyunk, igen. Van ilyen cuccom. Otthon. Ne, például, igen, de hogy nem, egy, hogy hívják, a ilyen médiolejátszó otthon. Arról nem szedtem le erről még. A fóliát, aha, ne karcolodjon már össze olyan mutatós. Nem, én ezt tudom, és a távirányítótokon is van, tudom, de ne, én egyszer elmegyek hozzád, ha nem tudom, ha meghívsz, hanem elmegyek, mindenhonnan leszedem a fóliát, ahol fóliát találok, mire elmész Budira vissza, és semmi nem lesz fólia, és ki fogsz készülni. Csak mondom, hogyha lesz Magyarországon egyszer Sony múzeum, és szükségük van így a teljes palettára a konzoljátékaiból, akkor nálam megtalálják bedobozolva. A lábzacskó nagyon jó ötlet, szerintem holnapra már nekünk is lesz. Köszi fiúk, így a Nóri. Balázs, nem vetted még észre, hogy nálad fordítva van, mielőtt kiszállnak az autódból, akkor verik össze a lábukat, hogy ne vigyék ki a koszt. Egyébként, okos. Egyébként igen. Okos. Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A 2,5 milliárd forint volt a nyeremény most hétvégén. Uh-huh. És pont te vetetted föl, hogy milyen érdekes, hogy 50 embernek lett négyese. És a lélektana nagyon érdekes a dolognak. És hát ha tudunk valakivel beszélni, aki ezt most megélte hétvégén, írjon nekünk SMS-t, visszahívjuk, hogy milyen nyersz ezzel, vagy valójában vesztesz. Hogy mondjuk neked négyesed van, 3 napja ezen gondolkozom, van mondjuk, mint a 1,5 millió forintod, amit nyertem, mennyi volt? 50 darab négyesed, vagy 1,5 millió forint. És tudod, hogy egy szám kellett volna ahhoz, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere legyél. Felkerüljél a 100-as listára, ott legyél 2,5 milliárd forinttal, és benne legyél, mint a 100 leggazdagabb magyarban, ha egyedül viszed el. Viszont nem vagy, ráadásul van melletted 40 ember, aki szintén mondjuk ugyanebben a cipőben jár. Azon gondolkozom, hogy hát ha találunk valakit, akinek volt négyese most hétvégén, és el tudja mondani, hogy ez most inkább átok, és élete végig azon gondolkozik, igen, hogy basszus, tudtam, hogy a 18-as, és lehet, hogy a Júci mondta, hogy a 18-as, és miért nem az. És ráadásul még ott volt az a 39 másik rohadék. Aki elvette a pénzed, mert 70-et nyertem csak volna. Egy négyes lett volna, akkor ugye azért kasszált volna szépen. Tehát nézzük meg az élethelyzetet. 1,5 millió. Örülsz neki? Vagy 2,7 milliárd. És életed legnagyobb lehetőséget szalasztottad el? Én nagyon bosszús lennék. Nyilván örülsz a 1,5 milliónak, de hogy azt mondod, hogy egy számra belebetegedsz? Hát szomorú lennék egy kicsit. Belebetegedsz, ugye? Szerintem bele. Tehát nagyon kevés olyan ember van, aki azt tudja mondani, hogy úristen, itt van 1,5 millió forint. Hogy az rengeteg pénz, ha belegondolsz, az nagyon sok pénz. És tök jó, hogy az ölembe hullott. Biztos, hogy mindenkibe ott mosztoszkál az ördög, hogy azt az egy rohadt számot, akkor most 2,7 milliárd. Nem, az a baj, hogy én ezzel például nem tudok azonosulni. Én a kicsinek is örülnék, egészen konkrétan annak, hogy az a másik 39 se nyert. Jó, nekem se jött össze. Jó magyar viselkedés. Mi? Nekem rossz, de még nekik is rossz. Hál' Istennek, nekik is. Szóval hát van egy hallgatónk, aki benne van ebben az 50-ben, és négyese volt, jó nekünk holnap, ha nem tud ma beszélni, ír egy SMS-t, jó majd a feles hírek után. Nem most akarunk ezzel foglalkozni, csak a lélektana érdekel, hogy az milyen, amikor nézed, megvan az egyik, megvan a másik, megvan a harmadik, megvan a negyedik, és elkezdesz leízadni, tudod, hogy 2,7 milliárd, és tudod, hogy még egy szám, ha megvan, milliárdos vagy. És erre ott állsz, és többször átnézed, csalódott vagy, négyesed van, fészkelődsz, forgolódsz, álmatlanul hánykolódsz, és valószínű kicsit tönkremész. És amit nem? Ki nem hirdetik, ha hogy mennyi a négyes, persze, addig még kicsit hitegeted magad, hogy gyerekek, a 2,7 milliárd az ötös, akkor négyesre biztos lesz egy 50 millió. Aha. 50, érzed, merem anya? Nézni. Hát nem 2,7 milliárd, az nagyon, de ez az 50, ez pont jó lesz nekünk, és utána kijön, hogy 50 darab négyes volt, és 1,5 milliód van.
Nagyon kellemetlen. Illetve nem tudom, hogy nagyon kellemetlen el, csak valószínű, ha úgy élnénk meg, nem? Aztán a fene se tudja. Szerintem így működik az emberi agy. Hogy ott van előtted egy lépésre, egy számra az, hogy milliárdos, már nem tudsz úgy örülni az egyötnek. De ezért érdekes az, hogyha két héttel ezelőtt valaki azt mondja, hogy kapsz 1,5 millió forintot, egybe a világ legboldogabb embere vagy. Láthatlanba aláírod. Nagyon jó, jöjjön. Tök jó. Megnyered a 1,5 milliót, de nyerhettél volna 2,5 milliárdot, akkor lehet, hogy te vagy a világ egyik legszomorúbb embere, de. Vagy a legelkeseredettebb, vagy csalódottabb, vagy bármi. Mert azt mondod, hogy úristen, majdnem 2,5 milliárd. Ehhez képest a 1,5 millió, most egy kicsit ideadunk, kicsit odaadunk, el is ment. Nem? Szóval, hogy hát ha találunk valakit, írjatok nekünk. És így jön az egy ember is, akinél ott volt az 5. szám. De milyen? Mert ő volt a kulcsa minden. Milyen 45 embertől elvenni az esélyt annak, hogy 5-ösen legyen? Hogy érzi most magát? Tud-e aludni? Ja, hát igen. Ez nagyon kemény. De ez, figyeljetek, egyébként most komolyra fordítva szót, ez nagyon kemény. Én interneten keresztül szoktam azért néha így szerencsejátékozni, és ugye az internetes felület, hogyha nyerek, mindig küld egy figyelmeztető e-mailt, hogy ön nyert, gratulálunk. Én soha nem merem megnyitni. Tehát, hogy mindig csak kettes. Tehát, hogy az is valami. De mi félsz, az is hogy valami, ötös lett? Nem, hanem félek, hogy megint kettes lett. Már látod, hogy ennyire benned elkezdek van. Reménykedni, meglátom az e-mailt, és akkor látom, hogy gratulálunk, ő nyert, meg a nyereményét megnézheti, stb. Rögtön rákattintok, és akkor átlinkel arra az oldalra, ahol ugye a fogadást kötöttem, és akkor meg tudom nézni a nyereményt. És mindig így ott malmozgatokat, várok, most átmenjek, nem menjek, mert abban a pillanatban tudom, hogy el fog illanni az a varázs, hogy lehet, hogy most nagyon sok pénzt nyertem. Átkattintok, és 1760 forint. Jó az. Jó az, hát ha igen. Visszanyerted a befektetett jó, ebből legalább. A szempontból igen, mert hogy 450-ért kötöttem, vagy mit tudom én. Hát, nagyon kemény szitu. Igen, érdekes élethelyzet. Na, hát ha találunk egyet. Van most, akinek most hétvégén? Nem most hétvégén, de neki is 4-ese volt, és 5-ese lett volna egy szám hiány, nyilván, ha 4-ese volt, szép futball. Igen? Nagyon jó megfejtettem. Nagyon ügyesen megfejtettem, szép volt. Amikor 5 milliárd volt a nyeremény. Azt hiszem, pont azt hívja az Anna. Azt a hallgatót hívja. Atya úristen. Már csak egy szám. Anya! 4-es. Na itt van egy hallgató. Halló, jó reggel, Zoli, hello. Sziasztok. Hello. Zoli vagyok. Zoli, honnan hívtál minket? Budapestre hallgatsz minket. Na, te is hasonló cipőben vagy, nem most hétvégén, de hasonlóan jártál? Igen. 4-esen volt, amikor a legnagyobb nyeremény volt a lottón, ez az 5 milliárd volt annak idején, 2000-es évek elején. Igen, az volt ugye, az a csúcs nyeremény azóta is az 5 milliárd. Igen. Na most, hogy megy a szám felgöngyölítés ilyenkor? Tehát van a szelvény a kezedben, egy szám megvan, egy számot te kipipálsz. Még egy szám, hogy csinálod? Tehát hogy veszed végig a számokat, vagy hogy vetted végig? Hát normál esetben én soha nem nézem meg a lottozóba, aztán kiderül, de akkor az az egy eset valami érdekességből a egyik budai bevásárlóközpontban voltam, ott a Szélkámen térnél, és a gyorsétterem egyik asztalnál ültem az akkori barátnőmmel, és megjött az SMS, hogy milyen lottószámok voltak, és hogy elkezdtem nézni őket, mondtam, hogy fú, ezek nagyon ismerős számok. Gyorsan előkaptam a telefon. Tudtad, hogy akkor megy a nyeremény? Tudtad, vagy csak játszottál egyet? Hát, akkor mindenki töltött egyet, igen. Igen. Úgyhogy elővettem a szelvényt, megnézegettem, és akkor láttam, hogy egy számot marhára mellé lőttem, mert én az 5-öst x-eltem, és a 43-ast kellett volna. Ez azóta is kísért, úgyhogy azóta mindig egy 43-as van a szelvényen, de soha nem nyertél vele semmit. És mire gondol ilyenkor az ember, vagy azóta ez milyen érzés, hogy ott vagy, az ember elfelejti, vagy ez naponta beugrik, hogy úristen, majdnem milliárdos lettem, azt mondják, hogy 2,5 milliárddal nem vagy benne a 100 leggazdagabb, de 5 milliárddal 5 évvel ezelőtt benne lettél volna. Benne. Tehát ez azóta eszedbe jut, vagy ez egy trauma, vagy azt mondja, hogy jó, óriási? Nem tudom, hallatszik a hangomon, tehát, hogy teljesen magam alatt vagyok azóta is. Dehogyis. Azért megfordul. Mennyi pénzt kaptál, ha nem titkos? Már úgyis elköltöttem. 986 ezeret, de igazából nem. Hát azért. 986 ezer volt a 4-eset, tényleg? Igen, mert 117 darab 4-es volt. Minél több 4-es van, annál kevesebb a nyeremény. De az akkor jónak számított egyébként. Hát az az jó pénz, az persze. Én épp lakásvásárlás előtt álltam, és annyi pénz kellett volna. Úgyhogy én azt a pénzt balról áttoltam jobbra, és gyakorlatilag el is tűnt. Úgyhogy nem élvezhettem egy
nyaralást, vagy egy ilyesmiben, uh-huh. egy lakásom azért lett. Jó, de akkor ott azért kirúgta a lámból, és mondtad, hogy lehet nagyobb üdítővel, nagyobb krumplit. Alap, rögtön egy olyan vaníliességet toltam, de hogy régen volt. És többször átnézted remegő kézzel, hogy úristen, elnéztem-e, vagy úristen, nem lehet, hogy valamit rosszul látok, hát ha megvan. Igen, hát többször egy 3-4-szer átnéztük, barátnőm is megnézte, aztán beültünk egy moziba, amit azóta se tudok, hogy mit néztünk meg, mert teljesen máshol járt az eszem. Kész voltál mi? Na, én erre gondolok, igen. De az autóba, padlógáz, haza megnéztem, hogy körülbelül milyen nyeremények várhatóak a 4-esre, mert tudtam, hogy így fönn van a szerencsejáték oldalán. Aztán akkor derült ki, hogy így nagyjából ilyen, azt mondtuk, hogy olyan 600 és 1,5 millió közé tehető, hát belőttük a közepét. Nagyon jó volt, de mindenki azt kérdezte egyből, hogy úristen, milyen érzés volt, hogy nem az 5-ös volt. Hát nem tudom, nekem pont az ellenkezője jött le, hogy ugye általában milyen nyeremények szoktak lenni, 2-eset, 3-asot, ha nagymázista vagy, és akkor van egy 4-eset, amikor nyersz egy gurigát, az ember úgy áll hozzá, hogy úristen, nyertem 1 milliót. Tehát nem az volt, hogy úristen, miért nem 5 milliárdot? Nem, úgyhogy a trauma nem kísért azt kell, hogy mondjam el, hogy keserítse le. Picit elkeserítse, picit vártam, hogy most bezokogsz nekem itt élőadásba, igen, még 5 év után is. Beszélgetésünk lehetett hallani valamit, de elmúlt. Igen. Hát ez egy érdekes élethelyzet. Jó van, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is köszi, sziasztok. Hello. Hát szerintem ő egy szerencsés alkat, hogy így tudod fordítani, nem? Hát de valószínűleg nem betegedsz vele, tényleg úgy gondolod, hogy basszus, egyébként még ennyi sem lett volna, nem? Hát azért, aki ebbe tönkre megy lelkileg, vagy tönkre mész kicsit? Szerintem sokan. Igen? Biztos szerintem megjátszotta magát. Most letette a telefont, és remegő kézzel elővette a gyógyszerét, és tikkelő szemmel bevet még 2 szemet. És minden évben megveszi a 100 leggazdagabb magyart, és nézi, hogy az 5 milliárd hol lenne, tudod? Kiszámolja azot a banki kamatokat, befektetéseket, mondjuk csinál belőle a 6 milliárdot. Hol vagyok? Vagyok-e? Jobb helyen vagyok-e, mint nem tudom, a Sober család, vagy bárhol, tudod, így 88. helyen. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel, ciao. Szia, jó reggel, sziasztok. Hello. Újra Zoli? Nem. Ja, azt hittem, visszatelefonáltál, hogy mégiscsak rosszul mégis vagy. Bánok. Mégis anyam. Hello, Levi, jó reggelt. Jó reggelt. Neked is majdnem milliárdos nyereményed volt? Hát, eléggé közel voltam. Nekem ez egy pár éve volt, akkor a 6-os lottóm volt 2 milliárd 713 millió, aztán annyi volt a főnyeremény, és én akkor 5-ösöm volt. Azt hiszem 13-at írtam 16 helyet, vagy 16-at 13 helyet, nem tudom, és én sem szoktam megnézni. Van egy stócs lottóm, azzal megyek minden hétvégén, és ha nyerek, az ott derül ki. És mondjuk az volt az érdekes, hogy ugye bementem, és hát egyszer csak kiírta a gép, hogy nagy összegű nyeremény, meg elváltozott a feje a lottósnak, és akkor ugye a száj elé tette a kezét, hogy kussolja. És megvárta, amíg mindenki. De jó. Mindenki megvárta, amíg mindenki kimegy a lottózóból, és akkor leültetett egy székre, bezárta az ajtót, és mondta, hogy gratulálok, uram, akkor most nézzük meg. Na, akkor azért volt egy pultusom. De te már akkor tudtad, hogy mit nyertél, vagy csak sejtetted, vagy mondta, hogy valamennyi nagyobb összeg? Volt. Előtte volt egy 2-esem, és akkor mondja 1100 forint, és még mondtam is, hogy na, a szokásos. Majd utána kiírt a gép, hogy nagy összegű nyeremény. És akkor hát így, akkor elfogyott a levegő, lecsüccsentem, és akkor így nézegettem a papírt, hogy mit nyerhetem. És akkor néztem, hogy hát bizony, ez a 6-osonak most a 2,7 milliárd van. Na akkor kézremegés, lábremegés. És várjál, bocsánat, hogy közben szóval ő kiküldött mindenkit, és bezárta, lottozott, és téged leültetett? Nem, mondta, hogy csönd legyen. Ja, csönd legyen. Félreálltam, még volt 2 ember, azok kimentek, akkor oda ment, és bezárta az ajtót. Mert ugyanez egy nagy nyereményes voltál. És azt mondta, hogy a feléért hallgatok. Ah, igen, és akkor egy pisztolyt nyomott a fejedhez, és mondta, hogy adod a szelvényt az. Nem, egyébként normális volt, mert én akkor nem itt fogtam, hogy ez miért van. Mondta, hogy azért, mert hát ember, ha most nyertél 2,5 milliárdot, én ki vagyok. Vadidegen, és hajladlak. És akkor így, hűha, és akkor mondtam is, hogy igen, hát most visszasítálok a kocsimhoz, van egy rendszámom, és akkor tudja az ember, hogy ott van nálam egy szelvény 2,5 milliárdért, az ott sokat gondolkodtam utána, hogy azért én normális volt. Mire elérsz az autód, így 4-en megkéselnek. Igen. Igen. Hát vagy igen, idegen ajkúak a hajnulok hajnálán fölkeresztem hát, otthonomban. Igen. Fura orosz akcentussal megérkeznek hozzád, igen. És mennyi lett igen. a nyeremény? 495 ezer. Jaj, hát ültél a széken remegő jaj. Kézzel. Hát igen, ez most a fél pohár víz. Tehát most ott akkor én mondjuk nem volt természetes a mosolyom, de utána végig gondolva, hogy most akkor nyertem 5 kilót, ilyen, hurrá, hurrá. Most fölösleges nagyon azon rugóznom, hogy mi lett volna 2,7 milliárd, nyilván máshogy alakult volna az életem. Nem biztos, hogy jobb irányba,
mert nem tudom, hogy birkóztam volna meg akkor azzal. Azóta nyilván sokat gondolkodom, ha még egyszer, akkor mit csinálnék, hogy csinálnék, meg taxit hívok, meg szépbe rakom, nem tudom. De akkor ott még kellemetlen volt még egy napig, de utána nem nagyon bántott, inkább örültem, hogy akkor volt 5 kiló. De milyen jó, már hogy azért tovább gondoltad, taxit hívok. Tehát te már nem mész el a kocsidik, hanem veszel egy taxitársaságot. Igen, tehát ilyen szituációban már inkább taxit hívok, vissza se ülök a kocsimba, és akkor megyek a egyetlen budapesti hotelbe azonnal kivenni egy szobát, ahol van szét. És a 13, igen, szép, mondjuk oda az nem biztos, hogy belefér, igen. Mondjuk 2,5 millió forint egy ilyen szállodai szobaszébe. És a 13-as helyett a 16-os vagy éppen pont fordítva, tehát még igen, közel is volt a kettő? Nem emlékszem pontosan, de hogy minden stimmel, csak 13-at írtam, 16-et vagy fordítva, nem tudom. Igazándiból azért is nem rugóztam utána sokat rajta, mert volt egy kollégám, aki konkrétan azért költözött vissza Pestről Gyulára, mert az édesanyja idegösszeroppanást kapott, mert hogy 20 éven keresztül mindig feladta a lottót, és egyszer beszélgette el az időt a hentesnél 125 millióért. Ne! Lett volna, mint egy 4-es vagy 5-ös, 125 millió számot. Konkrétan 125 milliót nyert volna a lotton, ha feladta volna, de elcsesokta az időt. És belebetegedett? Bele, úgyhogy a srác föl is mondott, és visszaköltözött Gyulára. Nem tudom, vagy végig csak már hogy valamilyen békés helyen volt. Atya Isten! Úgyhogy azon nem... De tudom, igen, ez meg, tehát a fél pohár víz. Nekem örülök az 5 kilónak, lett volna, ami sose tudjuk meg, ugye, mi lett volna, ha a legszemetebb kérdés. Egyébként a nénének az esete mutatja azt, hogy az alapszabály, hogyha nem adott fel a lottot és fix számokkal játszol, soha ne nézd meg, hogy mik voltak azok a számok. Hát én csak kérdés, hogy megbírod állni, nem? Hogy nem szabad, hát látod. Én sem tudom, milyen számokkal játszok. Megyek egy stóccal, aztán valami van. Tehát ugye régebben ez a hunyorogtam, meg csillagot rajgoztam, tehát nincsenek ilyen kialakult szisztéma, hogy akkor ezek mit tudom, hogy a születétű látom, de aztán ennyi. Jó, mondjuk az nekem nagyon tetszett volna, bár lehet, hogy megverted volna a lottozást, hogy kiküld mindenkit, leültet, és azt mondja, hogy kapaszkodja meg, uram, magának hármas ava. Ja, nem, de ő se tudta egyébként, kiírta a gép, onnantól ő se tudta, hogy min van, mondta, hogy csücsenjünk le, és nézzük meg. De ez mi, hogy kiírja a gép? Hát ott állnak 10-en bent, azonnal kiderül, hogy ott ül bent a csáva, aki fölött az 5-öst. Hát nem. Csak azt írja ki a gép, hogy nagy összegű nyeremény, de azt nem írja ki, hogy mely. Tehát mondjuk gondolom, van egy ilyen... fölött már ennyi. Tehát, hogy ha kiírta a gép, akkor nyerettem mondjuk 600 ezeret is, meg 2,5 milliárdot is. Tehát nem írja ki pontosan a gép, hogy most ez 5-ös lottó, 6-os lottó, meg hogy mennyit nyertél, csak bizonyos összeghatár felett nagy összegű. Na mondjuk azt, hogy nagy összegű nyeremény, azt az is látja, aki mögötted áll a sorban, mert ugyan kifelé van fordítva a monitor. Csak kis svájci bicskáját már készíti elő, tudod, finoman már. A csalárcsal szerint. Igen. Egyszer nyertem 100 000 forintot is ilyen jokeren, és akkor ott megnyúlt a feje a mögöttem állóknak a sorban, meg volt dugulódás, tehát attól kellemetlenül éreztem. Megutáltak azonnal, mi? Igen. Na jó, hát igen, ez érdekes a lélektanárnak, hogy milyen, amikor az embernek majdnem milliárd közeli összegű a nyereménye, és aztán tulajdonképpen pár százezerrel idézőjelesen, ugye, hát be kell, hogy érje, hogy ennek milyen a lélektana, de két hallgatóból kettő azt mondta, hogy azért ezen túl lehet lendülni. Levi, köszi, hogy elmondtad. Erőltem. Mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Rendezvényeket szervezek, meg vendéglátózom. Vendéglátózol, ugye? Mi lenne? Hát elnézést. Jó, de hogy is nem azt mondom, hogy mit csinálnál, ha 2 milliárdot, de nem lehet, hogy ugyanezt egyébként is, mert hogy szereted. Hát valószínű. Szereted, nem hagynám abba a munkát egyébként, mert van olyan része, amit nagyon szeretem. Levi, köszi, ciao. Hello. Did nagyapám 40 évig csinálta. Egyszer nem adta fel feledékenységből, 5-ös találata lett volna az öregnek. Igaz vagy nem tudom, hogy akkor nem lett volna feledékeny, most nem 2-es golfa járnék dolgozni. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggel! Jó reggel! Gábor, hello! Mivel készültél nekünk ma reggelre, Gábor? Mit hoztál? Nagyon sokan kérdezik, hogy az odáig rendben, hogy foglalkozunk ilyen speciális témákkal, korábban ugye savasodást, lúgosítás, aztán ilyen különböző hírekkel, de az emberek szeretnének egészségesen élni és táplálkozni, vagyis az alapszabályokat kérték, hogy nagyon sokan legalábbis írták, hívtak is telefonon, hogy miért nem beszélek többet az alap eszmékről. Tehát először is hányszor együnk egy nap, milyen időközönként együnk, ihatunk evés közben,
mit reggelizzünk, ugye erről sokat beszélünk, de mikor és mit vacsorázzunk. Hát ezek az alapkérdések, én megvallom, hogy elkövetem azt a hibát, hogy azt gondolom, hogy hát ezt mindenki tudja. És ezért szinte nem is foglalkozom ezzel, de eljött az idő, hogy erről egy picit beszéljünk. Érdekes egyébként ez a folyadékfogyasztás kérdés is, és az, hogy hányszor együnk, hiszen tudjátok, hogy ma már a szakemberek azt mondják, hogy sokszor együnk keveset. És nem tudom, hogy ti hányszor esztek, de itt arra kell figyelni, hogy nehogy ez nasolásba menjen át. Tehát szinte egész nap. Ugye azt mondják, az amerikaiak szinte egész nap esznek, és ritkán látni az utcán olyan embert, akinek a hóna alatt nem volna valami olyan papírzacskó, amiben valami nasolnivaló, chips, egyebek vannak. És Magyarországon is egyre több, ugye szinte, hogyha elindulok innen, stúdióból 5 percen belül szerintem találok egy olyan helyet, ahol lehet valamit vásárolni. És sajnos a szakemberek adják a lovat az emberek alá, hogy akkor egyen, nem tudom, 5-ször, vagy az nem jó sok, az 5? Hát nézzétek, a gyomoremésztésből indulok ki, a gyomornak legalább 3, de inkább 4-5 órára van szüksége ahhoz, hogy kiürüljön. És alapszabály, hogy a gyomorba nem adunk ételt addig, amíg az előző nem távozott el, mert a gyomor nem folyamatos működés, hanem szakaszos működésű, vagyis ugye evés, emésztés, és akkor az eltűnik ugye a patkóbélbe, és utána eszek újra. De hogyha valaki nem várja meg ezt a legalább 4 órát, de kéne igazából 1 óra pihenő még a gyomornak, hogy föl tudjon készülni a következő sósav termelésre, mert azt ne felejtsük el, hogy bivaj erős sósav van a gyomorban, és hogyha ettünk, a sósav ugye az összekeveredik az étel, majd visszaszívódik a maradék. Lényegében eltűnik a következő adagot, egy szárazállás kéne a gyomornak, igen, amikor a gyomor pihen, fölkészül. Gyakorlatilag egész nap sav hatás alatt van a gyomor, hogyha valaki mondjuk 2 óránként vagy 3 óránként eszik. Aha, tehát akkor mondjuk 7-kor délben és este 5-6-kor, ez szerintem én azt mondom, hogy igen, kivéve, hogyha valakinek olyan betegsége van, hogy az orvos azt javasolja, nyilván ezt hozzá kell tennem, tehát epe, kivették az epéjét, és folyamatosan ugye az epe ilyenkor őrül a bélbe, vagy cukorbeteg. De ma már azért külföldön is az a nézet van, hogy ritkítjuk az étkezést, csak azért találták ki ezt az egyél gyakrabban, és le fogsz fogyni típusú gondolkodást, mert ugye az ember hajlamos egyszerre sokat enni. És ezáltal el tudták azt érni, hogy a sokszor evés révén az emberek egyszerre keveset esznek, és való igaz, hogy a fogyókúrában a sokszor keveset elv némileg szerepet kapott, csak ma már ott tartunk, hogy az emberek szinte 2 óránként esznek. Tehát a sokszor kevesebb, a szerencsésebb, mint a kevesebb szer nagyon. Ha legalább eltelik 3,5 óra, vagy 4 óra, tehát ha valaki mondjuk korán reggel tud reggelizni, az ritkaság egyébként mondjuk 6:30-7-kor, és aztán mondjuk eszik, nem tudom én, 11:30-12-kor, utána 3-kor és 7-kor, lehet, hogy ez így megoldás, de kicsit erőltetettnek érzem. Felnőtt egészséges ember számára a napi 3-szor étkezést javasolom, vagy 3,5-szer. Mi van, ha éhes vagyok közben? Gyümölcsöt, vagy zöldséget eszem. És milyen gyümölcsöt? És ha tényleg éhes vagyok? A lényeg az, hogy a 3 főétkezés között fehérjét, szénhidrátot, helyesebben ugye keményítő tartalmazó élelmiszert igazából ne vegyünk magunkhoz. Ha valaki megéhezik, akkor de a gyümölcs étkezés is azért érdekes, mert megreggelizem mondjuk 6:30-7-kor, és ha 9-kor, 9:30-kor bedobok egy almát, akkor az teljesen beerjeszti a reggelit. Ugye, mert az alma, az összekeveredik a friss alma a már majdnem megemésztett reggelivel, tehát ezek ezért furcsák, ha mondjuk valaki ebéd előtt egy órával elfogyaszt egy almát, az rendben van, mert akkor már ugye a reggeli nincs a gyomorban. Hogy ebédig kibír, de 11-kor egy alma? Már a savat fog csinálni, tehát lehet, hogy pont éhes lesz. Na ezért kérdezem azt, hogy milyen gyümölcsöt javasolsz? Mert akkor ezek szerint az sem mindegy, hogy mondjuk mit fogyasztasz és mikor. Ebéd előtt egy órával már az almát, a körtét, a szilvát, ezeket javasolhatom nyilván idén jelleggel. Alapvetően a reggelibe építjük be, de ott a banán, ami kifejezetten laktató, azt a reggelibe be lehet ugye építeni. Én azt vallom, az egészséges táplálkozás arról ismerhető meg, hogy hosszú távon tehetségérzést okoz. Akkor is, amikor a gyomorban már. De nem pont a vércukorra mondják, hogy azért egyél többször keveset, meg állna szinten tartja a cukrodat, mint hogy hülyére zabálod magad egyszer, fölmegy a cukrod, beesik. Ha sokszor eszel kicsit, akkor ez ad egy állandó vércukor szintet, csak nem terheled szét a szervezetedet. Mert pont azt olvasod, hogy inkább naponta többször, 5-szer, 6-szor kevesebbet. Most azt a finomított élelmiszerekből. A finomított élelmiszerekből azért mondják, mert. Tehát miért nem azt mondják, hogy egyél rendes reggelit, mondjuk egyél egy olyan rostban gazdag, amikről itt azért szoktam beszélni, csak nem mindig örültök neki, hogy ezek a zabos, hajdinás, köleses reggelik hihetetlenül beállítják a vércukorszintet, és szinte erőt kell venni magamon, hogy ebédeljek. Mert annyira nem vagyok éhes, csak folyadékot kíván a szervezet, teljesen beáll a vércukorszint, pedig valószínűleg a gyomromban már nincs ott az a köleskás, amit reggel megettem, de bivaj erős, és teljesen beállítja
a vércukorszintet, nem vagyok éhes, és tudok teljesíteni egyszerűen, ez jó, jó így. Abszolút. Én azt gondolom, hogy a fehér zsömlé szalámi sajtos szendvics után kb. 2 órával megint megéhezem. Pedig energiatartalmában nem sokkal kevesebb, mint mondjuk az, amit én reggelizek, csak az nagyon hamar ugye nassolási kényszert vált, kileesik a vércukorszint egy ilyen fehér kiflis, fehér zsömlés, mágia rakásos valami után. És az dobja meg a cukrot, és azután esik be a cukor, és esik, akkor leszel újra éhezem. Uh-huh. És akkor erre azt mondja a szakma, hogy hát ne azt csináld, hogy megeszel egyszerre 3 fehér zsömlét, hanem inkább egyél 2-3 óránként egyet. És akkor ehhez képest ugye nincs ez az inzulin sok, kisebb lesz a hízás esélye, stb. Tehát ezt én értem, ezt az elvet, csak nem értem teljesen meg, nem tudom elfogadni, hogy miért nem megyük azt kimondani, hogy egyél igazi graham kenyeret, vagy rost cipót, abból egyél 2 szeletet, kend meg olyan krémmel. És hát Feri is szokott azért olyan recepteket föltenni, úgy tudom az internetre, hogy amik olyan igazán házi jellegű háziak, és akár hogyha hús is van benne, de azok igazán laktatók, és nem vagy éhes utána mondjuk 2-3 órával. Pástétomok, egy jó patlizsánkrém, egy jó házi diókrém, azért igazán laktató. Neked nincs is gyomorontásod? Soha nem is volt, hogy elcsaptad a gyomrod, és feküdtél otthon, és bilagitért sóhajtoztál? Nem, mert ami már olyan, hogy elcsapná, azt már behozta nekünk, tudod? Igen. Nem, csak kérdezz, hogy egyszerűen feküdtél az ágyon szombat délután, és azt mondod, ezt már kellett volna. Basszus, ha megtudom, már nincs ilyen, mert azért a hétvégén az sok emberre megtörténik, hogy fekszik, és délután 2 üvölt az asszonynak, hogy hozzon valamit, nem? Mert azt a francia krémes már nem kellett volna nyomni. Soha nincs ilyen, nincs. Egyszer túl leszed magad? Múltkor megkívántam nagyon a csicsóka krémet. Nagyon most komolyan ne hűjjünk. Az kicsit meghajtott, ezt komolyan mondom. De tényleg? Nagyon most ne bozkodjunk el. Az meghajtott. Most beszéljünk komolyan. Meg a csicsóka krémmel kicsit túlhajtott. Igen, mert az inulin az meghajt, és időnként kicsit sokat vagyok képes belőle enni. Nagyon megkívántam. 2 mokkás kanál helyett hárommal bűnözöl? Tehát, és akkor kiült a bal válladra egy kis ördög, és azt súgta füled, hogy egyél még csicsóka krémet, egyél meg! Van egy kis varázsa annak. Egyébként visszatérve a kérdésre, ha visszaemlékezem az elmúlt évekre, igazán nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Talán, hogyha vendégségbe olyan ételeket ennék, mert ugye az a nehéz, amikor meghívnak egy mennyegzőre, és... Mennyegzőre szeretnek! Azt mondják, hogy ne szégyeld magad, Gabikám, egyél, és olyan a salátából csipegeted. Olyan egészségtelen szeretem, hogy fél ökröt eléd, igen, az mondjuk, hogy nehéz azért neked csipegetni, igen. Igen. Tehát, hogyha ott igazán ennék ott mindenből, ilyen teljes ételeket, akkor lehet, hogy ez meghajtani, mert annyira nem szokta meg a szervezetem, hogy biztos, hogy rosszul lennék tőle. De egyébként a kiválasztásod rendben van, úgy értem, pörög a vízóra rendesen? Van nagyon jó vízóra, olvasom. Há, igen. Esetleg kellene. Figyelj, mi van a rágózással? Kérdezi, és egy jó kérdés, hogy például aki kaja után bedob egy rágót, segít az emésztésben, vagy folyamatosan termeli a gyomorsavat, mintegy az evés illúziójában ringatva a gyomrot, ezáltal át is vágja a gyomrot, és túl sok gyomorsavat termel. Jó kérdés, mindenképpen savat termel. Miért nem tettük fel a kérdést? Ezért tette fel Balázs, mert jó kérdés. Ezért jövök minden reggel, akkor mit tettük? Ez a dolgom, ezért vagyok itt, ezért csinálom. Persze, hogy jó kérdés. Egy a gondom a rágózással. Na, mi a gondom? Hogy amíg rágjuk azt a rágót, addig a szervezetünk azt evésnek észleli. És amíg a szervezetünk evésnek észlel valamit, addig a gyomor nem tud áttérni a saját programjára. Ugye a szervezetünk úgy működik, hogy 20-25 perc után, amikor a rágást abba hagyjuk, a gyomor észleli, és elkezd működni. A rágózáskor a gyomor szerencsétlen nem tudja, hogy mi történik. Tehát valamit rágunk, de soha nem nyeljük le. Folyamatosan termelni a savat, mert várja, hogy valami történjen, nem történik semmi. Ideig, óráig ez elmegy, aztán elkezd emészteni, de a gyomor folyamatos készültségben van, mindaddig, amíg az ember rágózik. Ezért... Na de... Igen? Ja, semmi, csak így. Ja. De, semmi. Gondolkodj tovább, nyugodtan járni. Semmi. De tényleg, tehát hogyha viszont evés után fogyasztod a rágot, tehát egy evés után rágozol, amikor van táplálék a gyomrodban, akkor viszont rá segít az emésztésre. Tehát amit te mondasz, az üres gyomornál, úgyhogy nem étkeztél előtte és rágozol, akkor veri át a gyomrot, és akkor ő indít be felesleges gyomorsav termelést. De hogyha evés után fogyasztod, akkor az jó. Így van, tehát a plusz sav a segíti a gyomor működést, bár nekem mindig kérdés az, hogy mennyi sav kell a gyomornak. A gyomor tudja, hogy mennyi savra van szüksége ahhoz az élelmiszerhez, de ő túl fogja termelni a savat, ettől egy picit azért tartok. A másik pedig ugye az, amit mondtam is, hogy nincs meg a leállás, nincs meg a megállás, a nyálmirigyek is dolgoznak, a gyomor
várakozik. Mi van a, mondjuk a frissen facsart gyümölcslevek, ugye sokan adnak a gyereknek télen. Reggel adják inkább éjgyomorra, reggeli után adja a szülő a gyerek kezébe, mielőtt elmegy a gyerek mondjuk óvodába, este facsarjunk a gyereknek mondjuk egy narancslevet. A gyümölcsöket általában evés előtt, vagy reggelihez, gabonaitelekhez társítjuk, van, aki ehhez sem társítja, hanem egyszerűen étkezés előtt egy órával fogyasztja el. Az jó. Ezáltal a gyümölcs borzasztó hamar hasznosul, fölszívódik, hiszen tudjuk, hogy a gyümölcsnek gyors a fölszívódása, és hogyha az étellel összekeverjük, akkor akár órákat is töltet a gyomorba, és egy ilyen erjedést indít el. Jó, vacsi, mikor mondod? 6-kor? 7-kor? 6 óra, de úgy, hogy 7 óráig be kéne zárni a vacsorát, és igazából a konyha felé sem kéne mennünk 7 óra után. Ez egy fontos dolog, mert van, aki még éjszaka is eszik, de van, aki este 8-9-10 órakor. Az a baj, hogy ezek az este elfogyasztott ételek egyrészt nem könnyen emészthetők legtöbbször, másrészt minimum éjfélig hajnali egyik a gyomorban vannak, már pedig ez azt jelenti, hogy az első mély alvási fázisunkat. Hát ezt mindenki ismeri, hogyha 8-9-kor betérdelsz a hűtő elé, és anyuci körömpörköltjéből bevágsz egy olyan 40-50 grammot, akkor viszonylag álmatlanul hánykolódik a legtöbb ember, kivéve Feri, aki ez drogos alvás. Lehet, hogy az van egyébként. A hűtő előtérdelve borul rá a feje, miután megette, és alszik reggel 9-ig, mire van. És bele borul, tudod, a csülökbe. Bele borul. Ez nem a mély alvás, evés utáni álmosság, akár este is. Ezt úgy nevezik, hogy drogos vagy narkós alvás idézőjelben, ami azt jelenti, hogy az agyból kimegy a vér a gyomorba, ezáltal elálmosodunk este meg 100%, hogy még erősebben. De nincs mély alvási fázis. Hiába mondjuk, hogy én jól alszom, egy nagy vacsora után nincs mélyalvási fázis, tehát másnap dekoncentráltan kelünk. Jó, ivás. Én olvastam egyszer egy nagyon érdekes cikket arról, hogy a japánok egyébként azért élnek 80 évig, vagy 90 évig, amellett, hogy baromi jó lesznek, hogy például ők soha nem isznak hideget az italhoz, mert hogy a hideg ital az megköti a zsírsejteket a szövetekhez, zsírosod, plakkok képződnek, stb. Ők viszont meleget isznak ugye folyamatosan, ami oldja a zsír, és hogy az ő kiváló szív- és érrendszerüknek azért ennyire hatásos a működése, mert hogy a meleg ital is segít oldani, ha esetleg zsírosat isznak, míg a magyar ember megeszik valami finom ebédet, és bevág rá 2-3 deci hideg italt. Most mindegy, hogy mit. És a hideg az ugyanúgy sokkal jobb. Még a rizsbort is melegítik egyébként. Ezt akartam mondani, ugye, hogy milyen okosak, hogy a szakét is melegen isznak. Hogy melegen isznak mindent, és mennyire segít az oldani ebben. Lehet valami, hogy a zsírt akár a forró egy kicsit elmondja. Most ott le volt írva, hogy hova épülnek be a zsírsejtek, hova nem épülnek, mert nyilván szakmailag nem tudom, de nagyon érdekes volt, hogy meleget isznak, nem hideget. Olvastam ezt a hírt, de egyszerűen szakmailag nem tudom alátámasztani, mivel a szervezet mindent fölmelegít. Muszáj neki. Tehát addig nem jut át semmi a keringésbe, amíg az nem éri el azt a belső közel 37 fokos testhőmérsékletet. Ha hideg, jó, vizet, hát megpróbáltam, mert én is olvasom a hülyeséget. Jó, hát most bedobtam egyet. Na, hát nem, lehet, hogy az van, hát hogy ezt a folyamatot... Picit fáj, de hát nem is ezt a folyamatot többet. Nem kell megcsinálnia, érted? A meleg itallal. Igen, tehát nem veszel energiát. Na ez az, ezt akartam mondani, Feri megelőzött, ez nagyon jó, tehát amikor meleget iszom, akkor ezzel majdnem egy órát nyerek az emésztés szempontjából. Hát elképesztő erőket mozgosít a szervezet, nem is gondolnánk egy hideg ital fölmelegítésére. Hát sok, azt viszont tényleg sokkolja a szervezetet. Igen. Tehát, hogy éjgyomorra, méhesen, kaja után, amikor iszol két deci hideget, az átég szétveri. Egy jégkrém, egy fagylalt is annyira visszahűti az elfogyasztott élelmiszert, amit szerencsétlen végre ugye fölmelegített egy kicsit, hogy megrágtuk, lenyeltük, és visszahűtjük egy egy ezért tiszta szívből ajánlod a 36 fokos fagylaltot. Gyerekek, de az arabok is teát isznak, és nem véletlenül, mert ugye a hideget elkezdi fölmelegíteni a tested, állítólag ez igaz. Ugye, hogyha te hideget iszol nyáron, azért van még jobban meleged, mert a szervezetet közben hőt kezd termelni, hogy semlegesítse a hideg italt. Na mindegy, ez egy másik. Ha szabad ennél is visszább mennem, a folyadékfogyasztással eleve problémám van az evés közben, mert nem való. Folyadékot nem fogyasztunk evés közben, ugyanis a gyomortartalom. Ezt fogja beszívni. Nem való fizikai értelemben, tehát nem... Igen. Aha, tehát ne ja, igen, nem. Azt hittük, hogy ezért nem illendő. És az asztal sorosan álljál fel addig, amíg a többiek nem végeztek. Nem, bocsánat. Ja, úgy értettem, hogy szakmai szakfogaiddal. Kezed most el? Kézmosás nélkül nem ülünk az asztal. Étkezés előtt maximum 30 perccel fogyasztjuk el az utolsó kortyvizet is, és utána az étkezésig a szervezet ezt a vizet felszívja. Jó, de ezt így nem jó, számolja ki persze, senki, Gábor, tehát hogy nincs, hogy most 9 óra 5-kor én enni fogok, és akkor most gyorsan bedobok egy pohár vizet. Micsoda, hát a Gábor ne vizet, stopperra leméri, fél óra a kajol, már nem iszik. Ha nagyjából érzed, hogy enni fogsz nem sokára, akkor már nem fogyasztasz. Mikor igyak? Azon túl, hogyha szomjas vagyok.
Evés előtt 30 perccel, evés után egy órával. Mi nem lehet élni, hát inkább bevonulok a Markó utcába, komolyan nagyobb vagy bárhová. Ez nem ennyi lehet, rossz, hogy én stopper órával a fejemen járjak, hogy most ihatok el. Egyéb következménye is lesz. Balázs, nézzem a csapot, hogy rohadt szomjas vagyok, de csak 26 percet tartok. Hát ez így nem lehet élni, okay. Gábor. Tudom, hogy ez idegesítőnek tűnik, de most képzeld bele magad a gyomrod helyzetébe. Na. Arról van szó, hogy a gyomor szilárd ételt szeretne emészteni. És ehhez szeretné hozzákeverni a napi 1 liter összesen, 1 liter sósavat és a pepsin. A gyomor ezért létezik, ezért él, és hogyha itt zavart szenved a szervezet, akkor az összes többi, a több mint 6-7 méter hosszú bérrendszerben is már baj lesz. Tehát akkor kaja után egy fél órával? Ha evés közben iszom, akkor a nyálmirigyek egészen más nyálat termelnek, nincs sem mucinózus nyál, ami azt jelenti, hogy nincs gyomorvédő nyál, mint egy pirítósnál. Én most megpirítottam a kenyeret nektek. De mi a helyzet akkor a levesse? Hát ugyanúgy értékelő, hogy a gyomor tudja, hogy ez most anyátyúk levese, ez viszont víz. Tehát, hogy egy különbséget tesz a leves és a... Tartalmas leves, amiben nem sok a lé, hanem a tartalom, a zöldségek, a krumpli, egyebek. És a hús. A régiek azért olyan babgulyást, olyan palóclevest készítettek, úgy emlékezem, hogy ahhoz ettek egy néhány szelet kenyeret, és attól jól laktak. Olyan levesben én nem hiszek, ami ilyen vizes, tehát szinte csak víz van benne, meg és tészta, néhány szem zöldség. Ilyet nem fogyasztunk, mert ez megzavarja az emésztést, a leves. Na azért most akkor, de pont a húsleves gyógyító hatásáról olvastam meg a múltkor egy cikket. Az is hülyeség volt. Leírták, hogy milyen jó vírusölő hatása van, hogy mennyire fontos, hogy a melegleves, a húsleves, hogy még azt is mondták, hogy antibakteriális. Hát a húsleves táptalajnak használja a szakma a különböző baktériumok gombák szaporítására, hát a húsleves egy fantasztikus táptalaj, tehát ez semmiképpen nem fertőtlenít. Táptalajnak nevezted? Táptalajnak nevezted, de a húslevest, egy új házit. Jó, most azon gondolkozom, miről nem beszéltünk még. Tehát ivás megvolt, reggeli kávé például. Na, az meg egy érdekes dolog. Tehát sokan kávéznak, én is minden nap beverek egyet, többet nem. A kávéról is olvassa az ember, hogy jó, nem jó, most éppen azt olvastam, hogyha tovább, minden nap megiszol egy kávét, még tovább is élsz, mert hogy annyira jó hatása van a szervezetre, az agysejtekre, stb. Mondjuk éjgyomor, én bejövök, beverek egy kávét, tönkre vágom magam? Ha éjgyomorra iszod, akkor igen, hosszú távon. Mert a nyilván milyen erős a kávé, mennyi a koffein tartalma, stb. Ugye különböző típusú kávék vannak, de éjgyomorra nem jó az epének, nem jó a nyelőcsőnek, nem jó a gyomor kis görbületének, és a patkóbélnek sem. Hát igazából a kávé éjgyomorra, hát egy intenzív pörkölt anyag, tehát így éjgyomorra nem merném. A szakma azt mondja, hogy epe problémák, gyomor, hát fekélyegyulladásokat okozhat hosszú távon, egyéb tényezőkkel együtt, mint a stressz, ecetes, mustáros ételek, stb. Most életbe komolyan mondom, ez a rovat kicsinál, de tényleg szeretem ezt a rovatot, de most már lelkiismeret furdalással kell, hogy megígyem a kávémat. Egy kis zabkása után viszont a zab bevonja a gyomrot. Az, hogy mindig megcsinálom, és ezt mindig elfelejtem. Most is ott van a zab, reggel 6-kor megcsináltam, most nem volt időm még kimenni. Ott van. Nem is értem, hogy mi az oka, hogy nem rohansz ki azért a zabkásáért. Hát most tettem egy kis kenyeret, ezzel most meg vagyok. Én mindig berakom Jani fiókjába, hogy ne tudja, mi az a büdös az asztalán, és akkor a hét után megtalálja a rovat. Szabolgatom magam, aztán soha nem találom. A lényeg az, hogy valami legyen a gyomorban, tehát a kávének közvetlenül érintkezzen a gyomor falla, mert akkor van a gond. Jó. Egy utolsó, mert aztán zárnunk kell, hogy ha már folyadékbevitel, akkor ugye hát itt is olvas az ember mindenféle dolgot. Tudom, hogy egyszer erről már fél évvel ezelőtt beszéltünk, de említsük meg még egyszer. 3 liter, 5 liter, 8 liter, 2 liter. Itt is annyi hülyeséget hall az ember, hogy te akkor mit tanácsolsz? Igaz ez a 4-5 liter, ami mondjuk nem ásványvíz, mert ugye milligram per literként megterheli a szervezetet. Mi az átlagos, vagy mi a jó mennyiség? Minden szerinted? 10 kg testtömeg után legalább 3 deciliter víz. Jézusom. Ez 70 kilós embernél, 7x3, 21, tehát több mint 2 liter. Akkor Ferire kössünk egy lajtos kocsit? Hát persze, de húzom is magam. Nem az van benne, tudod? Feri, mit húzom magam után? Egy artézi kutat? Nekem telepítik a piros tűzcsapokat. Tehát mi a mennyiség? Egy 70 kilós ember mondjuk... 2,1 deci. Hát nyáron 3 liter, télen azt mondjuk, hogy 2,2. De akkor mikor, ha napközben nem ihatok, mert ugye? Mondom mert már nem is, jön ki. Reggel 2 pohár, fölkelés után 2 pohár víz, ez már is fél liter. Reggeli
után egy órával egész ebédig óránként egy pohár, vagyis 9 órakor, 10 órakor és 11 órakor egy pohár víz. Neked csipog valami? Neked szól az órád? Vagy te érzed? Igen? Szervezet szól. Azt hittem szundiba vagy napközben, és akkor mindig megiszol egy pohár vizet. Nem, ez már 5 pohár. Délután 3 pohár megint ugye 2-től mondjuk 5-ig, és vacsora után, illetve várunk egy órát, lefekvés előtt még egy pohár, ha megnézitek, ez 8-10 pohár víz, reggel 2, este 1, napközben délelőtt 3, délután 3, és úgy csak, hogy van a kocsimban, nekem mindig ásvény, és beverek egy fél litert, az a megint bűnözöm, és pokora kerül. Egyszerűen nem iszunk fél litert, csak... olyan, már ne haragudjál, hogy az ezt a baj, mondod, hogy alá kérdezek. Olyan ostoba vagy. Az a baj, hogy alá kérdezek. Hát hülyét csinálok magamból ezekkel a kérdésekkel. A rohan életben komolyan. Nem olyan jó a vérnyomás. Most már tényleg csak égetsz minket. És például a sport után, tehát egy sport után megiszom másfél litert. Tehát játszom 2 órát, és azonnal beverek utána másfél litert. 3-szor fél litert ott lehet inni, de egyszer másfelett nem tesz jót az agynak. Sztrókra hajlamos. Mondjuk az nálam ne keresd. És mikor ehetsz sport után? Először iszunk, az ivás után egy 15-20-25 perccel már lehet enni. Illetve hát a sport után azért várunk egy 30 percet. Nem lehet, percet. Mert azt mondtad, hogy fél órával előtte lehet csak inni. Hát 20 perc múlva már nem ehetek. Tehát iszunk, és az ivás után 30 perccel eszünk, akkor így fogalmazom. Igen. A gyerekek, én most leöntöm magam benzin, nem együttem magam. Mindenképpen. Nem tudok élni. Pedig Gábor legnagyobb követője vagyok, és a rovat a legnagyobb, nem is tudom miért, támogatója, sőt, hát együtt találtuk ezt ki Gáborral, de így tényleg ez nem lehetetlen. Tehát az, hogy ne így a kevés közben, evés után rögtön, azt mondjuk nem. Várja ki időket, ezek szerintem megszokható. És ha a gyomor működésben... És a gyerek se jó, tehát iszik egy kakaót a vacsorához, nem vagy iszik egy gyümölcslevet, tehát semmi. Húzzuk az időt nála is. A mi gyerek... bújócskázak vele a lakásban? Vagy azért 5 éves gyerek azt mondja, hogy szomjas, azért Benikén még van fél órád, azért azt nehezen tolerálja. Jó, ott azért más a helyzet. Hol a rántott húsípja a pacsenket? Aki keres, az nem hal szomjan irány. A gyermek gyorma azért jobban tolerálja a pépes ételeket, a felnőtt gyomra jobban szereti a szilárd ételeket. Nem véletlen, hogy szinte minden szakirodalmat, ha föllapoztok, a gyomor és epe bélvédő élelmiszer úgy kezdődik, hogy szikkasztott, pékáró, pirítós, nem úgy, hogy friss kertészta, fánk, lángos. Tehát szikkasztják. Azért szikkasztják, hogy minél szilárdabb legyen, mert a gyomornak ez a jó. Ehhez képest, aki beteg, elfogyasztja a fokhagymás pirítóst, és már is ráissza a teját. Ez agyonvágta pirítós hatását, aminek jó lett volna egy beteges esetében a pirítós gyomornak, de a teja agyonvágta, megszívta magát a pirítós tejával, és nincs igazán jó gyomor működés. Na jó, hát szerintem ez most elég tartalmas volt. Sűrű volt. Igen. Kinek könnyű? Nem könnyű, de ezek fontos dolgok. Aztán nyilván ebből mindenki annyit tart be, amennyit tud, meg amennyit tudom, igaznak gondol. De én mindig azt mondom, hogy jó erről tudni, aztán az ember ezt vagy beépíti, vagy egy részét építi be, mindesetre már tudni, hogy mit okozunk a szervezetünknek, gyomrunknak, aztán ki vérmérséklete szerint. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Van valami, amit szeretnék veletek megosztani. Ezt egy internetes portál a súba talált, a gyerekek. Hát régen láttam ennyire szórakoztató dolgot. Arról van szó, hogy vannak önjelölt hülyék, akik az életüket arra teszik föl, nyilván én is jól fogalmazok, hogy nem hülye. Tehát ő egyszerűen meglátott egy olyan piaci részt, ahol be lehetett férkőzni, aki elmegy hasonló tanfolyamokra, szerintem az a kicsit flugos. Vannak olyan férfi-női párkapcsolatokat elemző, magukat szakértőnek mondó emberek, akik pénzt szednek le úgy, hogy vagy tanfolyamokat indítanak, vagy interneten keresztül adnak neked tanácsot, és erre te előfizetsz, vagy ne agyisten mondjuk ingyen meghallgatod, bár a legtöbb ezért pénzt kér. És talált az egyik internetes holnap egy társas dinamika szakértőt. Dinamika? Társas dinamika szakértőt. Ez nagyon jól hangzik. Aki férfiakat képez ki arra, hogy tudnak becsajozni. Már a járásukkal? Itt most ő egy 3 perces előadást tart arról, hogy ha te jól jársz, akkor neked nagyobb esélyed van egyébként becsajozni. Mondja ezt egy olyan ember. Tessék? Ezt már pénzért adja, ezt a tudást? Ez a tudás, ez most lehet, hogy ingyen feltöltötte egyébként, hogy okosodjanak a férfi társai. Egy alapfokot feltöltött. Mindenesetre arról szól, hogy tudsz te csajozni azzal, hogyha szép és jó a te járásod. És vannak férfiak, egyébként nem kevesen, akik tényleg kifizetnek nem kevés pénzt egy hétvégi tanfolyamra,
hogy ilyen önjelölt őrültektől hallgassanak egyébként különböző tanácsokat, hogy hogyan legyél te férfi. Stílus vagy hogyan legyél stílus tanácsadás, vagy hogyan legyél te még férfiasabb. Gondold, de kik mennek el egy ilyen tanfolyamra? Hát, nagy a baj. Ő társasdinamika szakértő. Aha. Egy kicsit belehallgatunk, hogy mit mond ő a járásról, hogy lehet csajozni. És utána nézzük meg, hogy van-e ilyen OK és képzés, hogy társas dinamika szakértő. Társas dinamika szakértő. Mi az, hogy társas dinamika? Tehát két ember között fellépő társas dinamikai megnyilvánulási formák, a kommunikáció, az ismerkedés, amikor te tulajdonképpen verbális kapcsolatba kerülsz egy másik emberrel, az már a társas dinamika része? Hát, az első találkozástól kezdve szerintem, ahogy meglátod a másikat, akkor minden jel üzen, hogy hogy nézel ki, és hogy hogy jársz, ezek szerint az is. De a társas dinamika az nem az, amikor már együtt mozogtok? Hát de az már az első meglátásnál, amikor egy rápillantasz valakire, az már együtt mozgás. Még messzi együtt mozgás, de már az. Ez nem szóló dinamika? Ja, a járás, de. A járás a szóló dinamika. Amikor már összejöttetek és együtt jártok, akkor az a társas dinamika. De már akkor üzensz az egyedül lévő járásoddal annak, akit ki akarsz kapni a tanácsból. Látszik, hogy nekem van a legnagyobb szükségem erre a szaktudásra. Elmész erre a tanfolyamra. Igen. Jó, kifizettél mondjuk 30 000 forintot, beülsz, és meghallgatod XY társas dinamika szakértőt. Jó napot kívánok, látta, hogy jöttem egy dráma, ugye? Na, segítsen rajta, megyed szívem. Akkor ő most hozzád beszél. Te vagy egyedül ezen a tanfolyam, mert sokan még ezt az embert nem ismerik, és elmondja neked, hogy kedves, hogy hívják magán? János. Hogy tud ön becsajozni a járással? Te hallgass meg. Ugye, tehát nem mindegy, hogy egy férj... Hoppá. Egy kis zenei felvezetése aha, van. Aha. Gratulálunk a vágónak. Tessék. Nem, én voltam. Ja. Hogyan kezd fel az emberek figyelmét csupán a járásoddal? Te már itt ülsz az első sorban, már és ülsz. Már nagyon kajálod a dolgot, figyelj. Na, sziasztok, szóval... Na, sziasztok. Meg egyedül vagyok, nem? Egy gabonasilóban vette fel, mert egy finom alapzal azért van, hogy... Fontos, hogy tudjatok járni. Az tényleg az. Nem mindegy, hogy egy férfi hogy jár, hogy sétál, azzal hívja fel a figyelmét a nőre, illetve bárki más jobban felfigyel, hogyha a járásod megfelelő. A járás az alapvetően, majd fogok mutatni, de alapvetően mindig úgy kell elképzelni, hogy képzelj el a fejed búbján egy kis fonalat, és akkor mintha valaki így ki akarna húzni. Hát nagyon sok férfit látok úgy, hogy egy görbeszt, hogy a minél idősebb, annál jobb, hogy begörjed. Hát, na itt most magam is mentem. Az beszélt? Igen. Begörnyed, és az nem jó, hanem húzd ki magad, és sétálj teljesen erőből, pozícióból, teljes pozícióból. Mértékben. Jó, ezt jegyezd meg, várjál. Írd föl, pozícióból sétálsz. És erőből. Erőből és pozícióból. Mi az, hogy pozícióból sétálok? Hát én ezért szeretem az ilyen videókat. A pozícióból eljutok a B pozícióból. Hát tulajdonképpen ez. Hogy legyen egy pozíció, amiből elindulok, és erőből sétálok. Aha. De nem lazán kellene sétálni? Nem erőben, hogy megmutasd, hogy kemény vagy. Szerintem most de mi ez olyan, mint amikor verem a vigyázt az alakuló téren? Pontosan. Még van. Egyenesen. Ez azért fontos, mert így sokkal jobban előjönnek a férfi értékeid. Értitek, hogy mi a férfi érték? Erő. Tessék? Erő. A tánctanárom szokta mondani, hogy sokkal jobban észrevesznek így a lányok. Nem csak szórakozó helyen, nem csak egy tánc mulatságban, hanem az utcán is. Egy tánc mulatságban. Mm. Nem csak a tánc mulatságban veszek észre. Mindezt egyébként egy betűrt ingel, egy kisméretű bőrkabáttal egy márvány koptatott farmerba. Zseniális. Mondjuk a tánc mulatság kifejezés egy kicsit jóka is azért. Még egyszer mondom, húzd ki magad, okay. Egyenes, igen, és erre figyelj oda. Erőltesd, tehát hogyha észreveszed, hogy egy picit már így megy el, akkor húzd ki magad a vállad, fent, fejed. Nagyon-nagyon szemléletes, főleg minél magasabb valaki, magasabb tanítványaimnál. Oh. Csak ezt az egy dolgot meg... Neki tanítványai vannak. De jó. Tehát neki vannak tanítványai. Uh-huh. Hirtelen kivirul minden körülötte, és egyértelműen látszik, hogy a nők sokkal jobban felfigyelnek rá. Tehát érdemes ezt használni, érdemes, hogy ezt gyakorold, és nap mint nap szokásoddá tedd ezt.
Hol sétál az ember? Hát, hogy úttest? Vagy mi? Ott van. Figyelj, nagyon komoly. Ő a stílus tanácsadó. Igen, és ki tudtam tenni. Nagyra. Ő a szenszei. Igen. Négy danos társas dinamika oktató. Jézusom, gyerekek, hát... Aha. Na, várj, de miért megmutatom a járást, figyelj. A dolgot. Nem könnyű, hogyha berögzült egy ilyen, hogy vál előre, stb. És a görnyet, vagy ezt keresztül vinni, hogy ez szokásoddá beépüljön ez a dolog, hogy átváltoztasd így a... Figyelitek, hogy mit mond? Figyeljük, hogy mit mond? De értelmezni még nem sikerült. Az életedet, de nagyon fontos. Miért? Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre is. Hogyha a testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Mondja ezt ő, aki egy percig nem áll meg a helyén, érted? Tehát olyan zavarban van a csávó, hogy jobbra-balra. De várjál, bemegy a tömegbe, és mutatja, hogy kell járni. Egyetemben kezd beépülni azt, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat, ahogy te állsz, ülsz egyenesen. És figyelj, megy. Illetve kihúzod magad. És egy beépített ember megfordul utána, arra jó. És meg. Vigyázzálás produkálva és úgy elindulni, még mindig jobb, mint hogyha így összegörnyed. Picit nekem ez a vigyázzbek, akinek a mozgás inkább. Sajnos a hallgatóink nem látják, feltesszük a Facebookra. Ő a Váci utcában vette föl ezt a jelentet. Egyébként hátulra mutatják, hogy mindenki átgázolva megy. Tehát ő hasít. Aha, és senki észre nem veszi. Egy sékes, epersék, vagy van egy sék van a kezében, tehát úgy még menőbb az ember egyébként. Most hatsz a testedre, a tested, mivel érzékeli a tested, hogy te magabiztos vagy, ezért a tudatodra is visszahat, hogy te magabiztos vagy. Jó, majd fogok mutatni egy-két dolgot, ami még nagyon fontos. Megáll és igazít. És jobbra mellette egy tanítvány. Következő történik, hogy megáll, hátulról mutatja a kamera, megáll a Váci utca közepén, és igazít egyet a fenekén, kicsit kacsábjárásban indul el. És ő gyerekek tréningezi a férfiakat, és vannak, akik elmennek erre a tanfolyamra. De figyeljétek, én nem csak beleképzelem, de ez a srác, ez megfeszíti mind a két farpofáját, és összeszorítja járás közben. Tehát olyan, mint a diót törni akarna a két farpofával. Teljesen görcsös, ahogy meg. Lehet tolókocsi, babakocsi, itt már megy. Akkor is, jó? Na, kezdjük, nézzük meg ezt a sétát. Mutasd, mester, taníts! Nézzük meg a sétát. Jó, húzd ki magad, és fogod látni. Hátulról mutatják, ember rá nem néz. Figyeljétek, senki rá nem néz, tehát senki. Na, most indul el. Gyönyörű. Jobbra-balra ingó felsőtest, kicsit mackó sarka. Én már kezdek vele havarodni. De miért megy oda be közéjük? Látod? A bal oldalon simán el tudná menni, és ő belemegy a tömegbe. Na most megmutatom a rossz verziót, tehát amikor így kitérsz. Ráadásul egy kicsit görnyedtem, hogy ilyenkor... Hát ez beteg. Mennyire mennél el, Jani? Erre a tanfolyamra? Igen. Ez megint az a helyzet, amikor nagyon kellemetlenül érzem magam. De én imádom. Na látod, neked kellene elmenned, mert a vízóra olvasóval is teljesen másképp válsz, mint ahogy én. Én meg akarok szabadulni tőle nagyon gyorsan, te pedig kiélvezed minden pillanatát a szürreális szituációnak. Na most ennél szürreálisabbat, mint a társas dinamika oktatás, most azért elég régen láttunk már. Figyelj, lehet, hogy velem van a baj. De imádom ezeket a videókat. És a jármit egy ilyen kis kacsa, tehát hogy mutatja a fenekét. De higgyétek el, hogy vannak férfiak, akik tényleg egyébként elmennek, meg nők is elmennek ilyen típusú tanfolyamokra. Tehát van egy napos tanfolyam, két napos tanfolyam, 75 000 forintért, ahol téged megtanultanak járni többek között, és attól te elhiszed majd, hogy jobban tudsz csajozni. Nem elhiszem, ahogy ő fogalmazott, hogy a magabiztosság kiüljön a testbeszédemre. Ő ezt mondta, így fogalmaz. Erőből. Kihúzom magam, jobban észrevesznek? Igen. Milyen hülyén jársz, mint a karót nyeltél volna. Mi lehet a baj a srácnak? Reméljük, talál hamar WC-t. Azért meg nem hiszitek, de hogy meghallgattam az adást, kihúztam magam, és mindenki engem néz. Ez a srác egy profi.
Tehát van olyan, tehát miért mész el ilyen tanfolyamokra? Nem sikerül becsajoznod, vagy nem vagy sikeres a nőknél, és ez egy ilyen végső mencsvár hát, lehet? Hát ez már végső kétségbeesés. Végső kétségbeesés? Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy amikor már tényleg már semmi sem működik, akkor még túl vagy már a csajozós dumákon, az összes a rossz tippen, amit a haverjaitól kaptál, az összes kudarcon, csalódáson, és akkor még valami, hát ha van valahol egy szalmaszál, és akkor jön a társas dinamika oktatás. Figyeljetek, én összedobom valamelyik kötöknek. Ha ez egy egynapos dolog, nem megy el valamelyik kötök? Megvan most, nyilván nem mondom be a portát. Nem mész el, Jani? Ezzel célzott arra, hogy neked van kettőnk közül szüksége erre. Egy napot tölt kíváncsiságból, hogy mit tanul meg az ember egy ilyen egynapos járás tanfolyamon. Basszus. Órákat fogsz elrabolni az életeddől. Csak kedés, ez borzalmas. Ez a srác nem tud járni. De ez megvan, hogy miket mondod? Hogy tök mindegy, hogy mi jön szemben, ne térd ki babakocsitól. Tehát értelmeztétek, hogy ő közben miket mond? Tudom, hogy többször meg kell hallgatni, de azt mondta, hogy tök mindegy, hogy mi jön, ne térd ki. Igen, kell, vonal van a fejed búbjától lefelé, ahhoz kell igazodnod. Jöhet babakocsi, tolókocsi. Mm-hmm. Tehát egy nagyon humánus megoldás, egyébként, hogy jöjjön a Váci utcában 30 000 forintért megtanulsz sétálni, akkor bármi jön, ne térj ki. Ezt te megtanulod egy tanfolyamon. Ne térj ki a babakocsi elől. Így van. Babakocsi, tolókocsi. Tehát, hogy ne csak magabiztos legyél, hanem gyökér is. Milyen a képzeletbeli fonál, amit úgy kell járni, hogy átvezeted saját magadon? Átvezeted saját magadon, és akkor ki vagy húzva. Erőből vagy kihúzva? Erőből, és erőből is sétálsz. Hogy erőből se erőből. Igen, erőből kell sétálni, és pozícióba. Azt mondtál, pozícióba, erőből sétálsz, nem térsz ki. Na, akkor három, ezt jegyezd meg. Azért, erőből fia, sétálsz, azért nem értjük ezeket a dolgokat, mert nem tudunk normálisan sétálni. Tehát nem értünk ez a dologhoz, és ezért nem értjük még őket. Igen, hebrencs módon össze. Tényleg kifizetem, menj már el erőből járni. Menj már. Hozzá. Jöjjön ide. Jöjjön ide. Az drágább. Én nem fogok a Váci utcába sétálgatni ezzel a szerencsétlennel. Hát kérdezzél valami nyilvános helyet. Mondjuk ha valami a külvárosban valahol találkozunk valamilyen, hogy egy Szántóföldön, akkor... Telefonáljanak már nekünk nők, tényleg írjon már nekünk egy nő, akit vissza tudunk hívni egy szexi 30-as hangú, de nem baj, ha nem 30-as, 40-es, 50-es, tök mindegy, hogy milyen, hogy nézik el, vagy szexi-e, hogy egy pasi hogy jár. Tehát, hogy mi férfiak egyébként megfigyeljük, hogy a nők hogy járnak. Ugye szeretjük a mozgatjuk egy csípőjét, de tud a szexi lenni azért, hogy egy nő hogy jár. A nő az nőnél persze. Egy nő tud rondán menni, meg tud szexi menni. Vannak olyan nők, akiknek kifejezetten jól áll, ahogy mennek, mert kicsit mozog a csípője, szexi, és valahogy van a mozgásában némi erotika. Itt van Hajni, hello, Hajni, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello. Na, tehát hallgattam ezt a műsort, itt most, amit beszéltetek erről az idiótáról, már volt. De nem biztos! Figyelj, sosem, én azt mondom, hogy sosem ő az, hanem aki elmegy, tehát ő felmérte, hogy van egy ilyen hely, és erre férfiak elmennek, és kifizetnek 30 000 forintot, hát akkor az a hülye, aki elmegy. Ebben igazad van. Most, ahogy leírtátok, hogy ez a fickó hogy néz ki, tehát egy férfinek, nem kell megtanulnia, hogy vonal, meg nem vonal, hanem hogyha... Fonaljárás. De az önbizalma az, amitől szexi lesz a járása, és az az ember, aki önmagában hisz, annak olyan a fellépése, az úgy lép be egy terembe, úgy lép ki az utcára, és főleg nem lök fel senkit, tehát az se szexi, ne haragudj, tehát főleg, de az utcán embereket, az is egy idióta. A legnagyobb duma, hogyha jön babakocsi, tolókocsi, ne térj ki. Igen. De ezt én nem hiszem el. Már a fickónak, hogy ilyen már volt, tehát egyszer már volt, aki azt mondta, hogy kelj fel és járj. Tehát azért ez a plagizálás annyira nem divatos. Mindegy, tehát mindenki legyen olyan, amilyen önmaga, higgyen önmagában, és akkor egyszer a szexuális kisugárzása is meg lesz. Tehát nekünk, nőknek az a szexi. De azzal nem mond rosszat, hogy van szexis férfijárás, tehát azzal nem mond rosszat nektek, nőknek, hogy van szexis férfijárás, tehát tudsz szexi menni egy pali. Hát erről nekem egy kicsit más eszembe lett, amikor egy férfi így próbálja meg kihangsúlyozni a szexualitását, az nekem már olyan, mintha a kis ujját is feltartaná. Én néztem ezt a videót, azonnali beutaló az ortopédiára, tehát azonnal. Tehát brutális lúdtabb, iszonyat lúdtabb, brutál lúdtabb, azonnal ortopédia, egyhetes kezelés, mindenféle talbetét felírása, onnan indulunk, nem? Tehát nem járástan folyam férfiaknak, hanem ortopédia. Úgy sétál, mint Dagobert megcsíp. A férfinak az önbizalmát kell nevelni, tehát hogyha ilyen tanfolyamra el tud menni, ahol kap egyfajta, ezt sem lehet tanfolyamon tanulni. Tehát egyszerűen higgyen magába, és akkor az látszik. Tehát nekünk nőknek az a szexi, a férfinek olyan a fellépése. Ha elkezd kacsázni, vagy nem kacsázni, vagy ilyen erőltetetten kimódoltan menni, az nem szex lesz, hanem inkább ilyen love parádos felvonulás. Tehát, hogy így fújna. Nem, undorító.
Szerintem egyszer, de olyan, hogyha elmegy, azért azt kell. Jó, ez rajta leszek. Hajni, köszi, ciao, vigyázz magadra. Kérlek szépen, egyébként el se kell menned, mert például a szexuális kommunikációt 9500-ért kapod meg DVD-n tőle. Várjál, karizmád magas fokon, hogyan alakíts ki a szagod bárkivel 5900? Hogyan alakíts ki a szagod? A tökéletes randi 19500. Jani, sírva kérlek. Én akkor legalább nézd meg a DVD-t, ha megrendelem. Szállj rá annyit, hogy megrendelek neked egy DVD-t. Na jó, azt megnézem. Éjszakai ismerkedés, haladó technikák. Mit csinálsz, apa? Semmit! Van egy hallgatónk, aki ismeri a munkásságát. Szofi, hello Szofi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Te követed a pályáját ennek a srácnak? Hát képzeld el, igen, mert hogy néha annyira fáradt vagyok, hogy így péntek esténként így egyszerűen könnyesre röhögöd a szemed, hogyha megnézed a videóját, vagy egyszerűen olvasod a honlapját, úgyhogy egyrészt javaslom, hogy nézzétek meg, másrészt pedig léci, állítsátok meg ezt a fickót. Dehogy is, az ilyen emberektől színes a világ, dehogy is. Képzeld el, mindenki ugyanúgy gondolkodna, ugyanúgy élne, ugyanúgy létezne, milyen baromi unalmas világ lenne. Nézzétek meg, így Siófok környékén pörög nagyon, nyilván ez is már sokat elmond így róla, de hogy vannak emberek, akik befizetik a pénzt, oda mennek, és ahogy te is mondod, stílus tanácsot ad úgy, ahogy ő kinéz, ő tanítja a szexualitást, hova tart a világ, meg fog érni a pusztulásra, higgyétek el. Nem, én őt akarom műsorba. Én vele szeretnék beszélni, hogy ő mit tanít a szexualitásról, abszolút. Tehát, hogy igen, csak én is hasonló területen dolgozom, egy nagyon picit, mint ő, meg a barátnőm is, és egyszerűen persze üdes színfoltja így a szakmának, ezt nem mondom, de hány embert vezet meg, és így hova vezeti őket? Hát mert meg lehet, tudod, azért. De ő vezet meg, vagy aki hisz neki, és elmegy, és elhiszi, hogy van fonaljárás, és ne tér ki, ha jön a babakocsi. Tehát, hogyha erre le lehet gombolni emberekre 30.000 forintot, hogyha a tolókocsi, babakocsi ne tér ki, menj egyenesen, te mint fonaljáró, ezzel a járással, hát akkor nem biztos, hogy ő a hibás. Nem? Ebben igazad van, de egyébként ezt a videót én is láttam, és egyébként kommenteltünk is ott a posztok alatt, hogy normális ez az ember. Tehát, amit ti is mondtok, hogy lökjünk fel egy babakocsit, mert annyira határozottan tudunk járni. Megyünk éppen. Figyelj, és tanfolyamon oktat, szerintem igen, nyilván nem azon nevetek, hogy lökjünk föl egy babakocsit, de hogy ezt elmondhatja, és ennek ellenére elmennek, ne tér ki, ha jön a babakocsi. Ha ez a küldetése, akkor viszont a helyén van. Ez szerintem abszolút. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Tegnap találtunk az interneten egy fiatal embert, pontosabban a Subba találta meg, és aztán mi is foglalkoztunk vele. Gyerekek, hát elképesztő, hogy emberek mire vetem, ennek tanfolyamot tart ő egyébként, és mindig azt mondom, hogy sosem az a baj, ha valaki ilyen tanfolyamot tart, 30-50 000 forintért, ha valaki hisz neki és elmegy, szerintem ott van a nagyobb probléma. Ő ugye bemutatta tegnap interneten keresztül, mi belehallgatunk, a fonaljárást, ami azóta már egyfajta fogalom lett a Morning Show hallgatók között, mert hogy megmutatja, hogy hogy kell egy pasinak úgy menni, hogy csajozni tudjon, ne térjen ki semmi elől, és ha te megtanulod az ő fonaljárását, akkor te önbizalommal töltve tudsz majd csajozni, és minden nő zabálni fog téged. Bemutatja ez az ember, aki egyébként tanfolyamot is tart, és utána néztünk, a honlapján még rengeteg mindent csinál. A videó zseniális. Az is, és ugyanezt haza is tudod vinni, tehát az még külön szép benne, hogy akár ilyen teljes tanfolyami anyagokat is hazavizel. Ez most már, tehát ez a hivatalos neve, hogy fonaljárás, vagy ezt mi találtuk rá ki? Nem, ezt ő mondta, ezt hogy olyan, mintha egy fonalat húznának, ugye? Aha. Olyan, mint egy fonalat húznának. Aminek nagyon fontos két eleme még, ugye a pozícióból indítás, illetve az erőből járás. Így van, igen. Hát a Subba is jól fölhúzta magát a videó, mert hát csúnya jelzőkkel illetik ezt a fiatal embert, hogy nem is akarom mondani. Mutatja meg, hogy gyakorold a járást, hát kapott jelzőket. Kapott jelzőket a fiatalember. Maga a videó egyébként tényleg szórakoztató, csak egy picit, hát valaki nem hallotta tegnap. Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat. Ahogy te állsz, ülsz egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázzálás produkálva és úgy elindulni, mindig jobb, mint hogyha így vigyázz állás produkálva és úgy elindulni. Uh-huh. Ugye? Hát vigyázz állásban menni, nagyon szép. Igen, zseniális. Tömegen keresztül, vagy az utcán, akkor ne térj ki. És a kerencünk? A másik térjen ki, ezt gyakorold, és inkább lassabban,
sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Tehát nagyon fontos, hogy ne térj ki. Ezt majd szemléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Nem attól, hogy és a híres mondat, figyeljetek. Célorientált, tehát célom van, és nem tér ki bármi jön, lehet tolókocsi, babakocsi, tehát mindegy mi. Adjál nekik, ne sétálgassanak az útvonalodba, ahogy te célra tartasz. Én így szerettem meg, szóval, hogy ennél kevésbé lehet, ennél kevésbé szimpatikusabb mondat nincs. Tehát menjél Váci utcában mutatja meg egyébként a fiatalember ezt a férfi kommunikáció egyik jellegzetes módját, a járás, hogy hív föl magadra. Figyelj, ne tér ki, babakocsi. Így van. Lassan, de tolókocsi, magabiztosan gázolját a tolókocsikon és a babakocsikon, ha nem térnek ki az utadon. Ne és utána ki, pedig próbáld ki ezt a 4-es, 6-os vonalán, és ajánljanám neki, igen, hogy igen. A villamos elől is sem. Igen. De maguknak keresik a bajt, nem? Hát nem látják, hogy egy magabiztos férfi közeledik ott? Fonaljárással? A fonaljárás. Na, és utána néztünk, hogy ki ez annak, hogy ki ez a fiatal ember, és kiderült, hogy ő egyébként, hát... egy komoly szaktekintély. Félkegyelműeknek, de hogy szervez egyébként tanfolyamokat. És én azt mondom, hogy igaza van. Tehát ha erre valaki vevő, akkor tessék ezt eladni a tanfolyam keretein belül. Tessék ezt értékén tenni. Ha erre benevez 5 szűz pasi, aki szeretne megtanulni, ismerkedni, akkor abszolút igaza van. És van pénz visszafizetési garancia, ha van? Azt nem tudom. Janit akartuk beiratni tegnap erre a tanfolyamra, igen. És ma reggel kiderült, hogy valójában szükségem válaszol, és mert ugye konfliktus helyzeteket teremtek saját magam számára azzal, hogy konfliktus kerülő vagyok, igen. És ezért folyamatosan alárendelt helyzetbe kerülök. Folyamatosan... És nekem igenis szükségem lenne valamire, ami mondjuk egy picit engem ebből a holdpontból kimozdít. Igen, folyamatosan beállnak eléd a sorba, a sorrendet szóval. Szerdán csütörtökön hozzáteszem. Tehát hétfőn, kedden és pénteken nincsenek probléma, szerdán és csütörtökön, amikor az emberek egy kicsit morcosabbak, meg tényleg így azt gondolom, hogy egy kicsit így messze van számukra még a hétvég, és nem tudnak ellazulni, akkor mindig azokon gázolnak át, akik ezt nem teszik szóba. Mert látják, hogy össze vagy esve. Hogy nem ül ki a magabiztosságom a járáson. Igen, ugye Jani elmondta, hogy csomószor beállnak elé a sorba, bepofátlanak, soha nem teszed szóvá, mindig csak morogsz, nem mondod, nem szólítod meg, hogy ha te is a sorban állsz, elkerüld a konfliktust, hagyod, hogy hülyének nézzenek, és ezért eldöntöttem én már tegnap, hogy én befizetélek hozzá egy tanfolyamra. De előtte megkérdezzük, hogy mégis mit tud még a fonaljáráson kívül. Igen. Tegnap mondtuk, hogy mi őt előkerítjük. Úgyhogy felhívjuk Gábort, azt hiszem Gábornak hívják, és hogy mondjál ezt élőben a fonaljárásról egy kicsit, meg adjon tanácsot neked. Így van, alig várom azt a pillanatot, amikor tényleg majd félrelökhetem a tolókocsikat, a babakocsikat, és átkázolhatok mindenkin, hogy kifizethessem az újságot. Mi van akkor, ha két fonaljáró találkozik? Hop, hop. Tehát ugye? Akkor mi van? Aha. Tehát, jön szembe is egy fonaljáró. Ős robbanás. Születik egy új univerzum. És én megtanultam Gábornál a tanfolyamon, hogy ne térjek ki, mert én fonaljáró. És jön velem szembe egy szintén Gábor tanítvány, egy másik fonaljáró. Akkor azt a két fonaljáró összeütközik, akkor mi történik? Hát a gyengé fonaljáró, mert nem lehetnek pont ugyanazon. Tehát a fonaljáró ki. Szinten ott érzik a feszkót, érzik közelednek, és az utolsó pillanatban az egyik elrántja a kormány. Tehát valaki kitér, a gyengébb. Aki korábban végezte a tanfolyamot, az ott marad. Így van, aki már járásban profib. Marad a profi, és a gyengébb kezdő, a gyenge kezdő kitér. Nem, azt ér ki, aki csak a Silver Minire fizetett tőle, aki a VIP Minire, az biztos, hogy nem fog kitérni. Na. Itt fönn vagyok a honlapon, látom, hogy mi a helyzet. Nagyon durva dolgok vannak. Egyébként mindjárt megkérdezzük azt az embert, aki tegnap ott elindított ezt a hullámot, úgyhogy egyébként ő erről nem is tud semmit. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, jó reggel. Gábor, szevasz. Jó reggelt a hallgatóknak és az uraknak. Nagyon, nagyon kedves, hogy köszönjük szépen magát. Te nem pesti vagy, ugye Gábor, jól tudom, hogy te valamelyik... Igen, hát Nyíregyházi vagyok. Nyíregyházi. És közben hívnak, de nem zavartakom magam, igen. Hát most ne csinálj, hogy éppen nyilatkozom, ha éppen nagyjá válsz, ne hagyd, hogy mozzavarjon, mennyire profi. Te tudtad, hogy tegnap ott a fenn vagy a subban is? Megnéztem, tehát kaptam rengeteg ismerőstől tájékoztatást, SMS-be, illetve e-mailbe, hogy hallgassam, meg csak nem értem rá egyébként tegnap, szívesen meghallgattam volna, utólag belehallgattam, egyébként letöltöttem a... Ja, hogy bennünket meghallgattam, mi is beszéltünk róla. Sok a meló? Sok? Igen. Igen. Na, beszélünk majd erről is. Figyelj, mi hangosan itt filozofálgatunk, mi van, ha két fonaljáró találkozik? És ez szembe megy egymással. Akkor kitér ki? Hát az, akinek erősebb a magabiztossága. Nem azt ér ki. Az? Tehát ez a fonaljárás, most ez arra céloztok, amikor mondtam a videóba, hogy
a fonal, az tulajdonképpen a fejed búbjából jön, és akkor hogy ez a fonal, ez kiemelkedik. Igen, ezt mi tegnap óta a fonaljárásnak hívjuk, utána szabadon a... Igen. Ugye a fonaljárás, de talán ezt a szót te is említed, igen. Jó, oké. Mi a kérdés? Van-e még kérdés? Mi csak most kezdtünk el beszélgetni, Gábor. Hát ne rohanjál, hát várjál. Hát itt érdeklődünk irántad. Mondja, Jani? A videóban elmondod, hogy annyira magabiztosnak kell lenni, hogy adott esetben még egy babakocsi elől se térjünk ki, vagy egy tolókocsi elől, hanem szépen menjünk tovább. És ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy oké, de mi van akkor, hogyha a két fonaljáró találkozik egymással, szembe jönnek, akkor ki az, aki kitér? Igen, a videóban rosszul vágtuk meg, ugyanis kimaradt az a rész, hogy a babakocsi, tolókocsi utána, ha bármi rendőr, ugráló kötél le menő lány, vagy bárki jön veled szembe traktor, az elő se tér ki, ugyanis gyakran a férfiakban irracionális félelmek vannak, és akkor ezek a félelmek... Az ugráló köteles kislányok? Mondjuk azoktól én is félek, Gábor, megmondom őszintén, az ugráló köteles kislányoktól mindig összetoljon magam, hogy meg... én néha sírok is. Ja, tehát ezek az irracionális félelmek, ezek előjönnek, hogy már pedig túl udvariasnak kell lenni, túl előzékenynek. Először azt tanulja meg a férfi, hogy magabiztos legyen, és akkor utána lehet udvarias, sőt kell is. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy ne térjen ki senki. Hát igen, azért, ha jön az egyes... Sajnálom, csalódást okoztam. Dehogyis, nem. Én csak azt mondom, hogy azért, ha jön az egyes villamos, talán tényleg érdemes kitérni. Megnézegettem a honlapodat, van egy csomó minden, ami engem baromira érdekel. Az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel. Ilyeneket találtam én. Ez mit jelent pontosan, hogy szemezünk egy csajjal a villamoson, és közben szemkontaktust tartunk, ha lehet most tőled egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot venni, nem tudom, nyilván ez másoknak fizetős, de ha élhetünk ennyi előjoggal, hogy az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel, az mi a fenét jelent egy? Hát minden leendő ismeremtől meg szoktam kérdezni előzetesen, hogy mi a motivációja. Tehát ti gondolom sikeres, boldog férfiak vagytok, akiknek a híresek és tovább. És itt tovább, tehát hogy igazából azoknak van szüksége bármilyen képzésre, akik nem elégedettek. Tehát hogyha ti elégedettek vagytok, már pedig szerintem elégedettek vagytok a kapcsolatotokban, legalábbis ez a hír járja, lehet, hogy rosszul tudom. Forgatod a bestet, vagy miért mondod-e? Járatod a Style magazin, vagy belénk látsz, lehet. Igen, na mondjad, hogy mi ez az 5 perces szemkontaktus? Bocsánat. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel indult, tehát, hogy hiába beszélünk bármilyen technikáról, vagy bármiről, hogy most mit kell, hogyan kell csinálni, hogyha nem tudom konkrétan, hogy mi a motivációja, mi az, amiért szeretne fejlődni, amiért jobbá válni, vagy szeretne megvalósítani a céljait, akkor nehéz átadni bármilyen tudást. Figyeld, nekem két nagyon fontos dolog van, két fontos problémám van, miatt én évek óta örlődöm. Az egyik az az, hogy azt vettem észre például, hogy a nyári kitelepüléseinkkel csak azért akarják a lányok, hogy megroncsom őket, mert Sebestyén Balázsral dolgozok együtt. Tehát, hogy ez nem nekem szól. Nem tudja földolgozni ezt. Mert tényleg, tehát, hogy nem az én személyiségem vonzó számukra, hanem az, hogy a Balázsral dolgozok együtt, illetve hogy első kézből tudok hozzájutni a Feri receptjeihez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy állandó konfliktus helyzet számomra, hogy nem merek kiállni magamért például egy újságosnál. Vásárolok egy újságot, oda jön valaki, betolakodik elém, én pedig ezt csak így tátott szájjal nézek, egy áldozattípus vagyok. Aha, na ezen már lehet segíteni, ez már motiváció lehet, igen. Mit csináljon a Jani? Például mindig beáll valaki a sorba, és soha nem szól, hagyja, hogy hülyének nézik. Ezekre vannak speciális gyakorlatok. Nagyon-nagyon egyszerű ezeket kijavítani, ezeket a társasági hibák nevezett dolgokat. Társasági hiba? Ez a neve, hogy társasági hiba? Ha, ezt még nem hallottam. Nevezzük annak most. Társasági hiba. Aha. Közben rengeteg telefonjon, úgy látom van hatalma itt a rádiónak. Tehát, hogy tulajdonképpen speciális gyakorlatokat csinálunk. Tehát van egyfajta menete ennek, hogy honnan indulunk. És az a járás gyakorlattal indul? Vagy először jártok? Gondolom. Nem? Hát a járás az még azt tulajdonképpen Az egy tévesen kirakott videó, tehát igazából azt csak úgy megcsináltam. Nekem mi a végzettséged, legyen... Gábor, egyébként? Mit végeztél? Mi a végzettséged? Az én végzettségem eredetileg számítógépes programozó, és utána
lettem, tehát reklámügynökséget alapítottam Nyíregyházán, és utána pedig mellette elkezdtem trénerként. És mi a hivatalos verziója, amit te csinálsz? Ez micsoda? Ezt hogy hívják? Amit most pillanat? Azt a beszélgetésnek nem erre gondolok, hanem amit te vagy, tehát amit te csinálsz. Csak kérdezem, hogy mi van a névjegykártyádon, tehát minek apostrofálod magad, vagy mi a hivatalos? Hát férfi tréner, vagy társas dinamika specialista. Társas dinamika specialista. Aha. Igen. És kik mennek hozzád egyébként? Hát nagyon vegyes, de alapvetően három részre lehet bontani. Vannak a... Bolondok. A mérnök, számítógép programozók, jelentős részben ezek a kategóriák, tehát akik ugye a szociális életüktől egy kicsit visszahúzódtak, tehát akik a gép... Sokat ül a gép előtt, és nincs emberi kapcsolata. Nem tud csajozni, nem mer, nem akar, nem megy neki. Mi a másod? Akár, igen. A másik kategória van az a sikeresebb réteg, akik már elértek eredményeket, vállalkozók, ügyvédek. Ez lesz majd a Jani, mert én beíratom hozzá. Ugyanúgy mérnökök, és van egy pici hiba, vagy akár van párkapcsolatuk is, tehát minden negyedik, vagy minden harmadik hallgatónk, vagy tanulónk az egyébként párkapcsolatban van. És hogy szeretnék jobban irányítani, a kapcsolatokat jobban motiválni, a saját életüket, és itt tovább, tehát ez nagyon-nagyon szembe ötlő. Neked egyébként van csajod? Neked van csajod? Persze. Igen, régóta? Most nem régóta. Először? Igen, megtanultam saját hajomnak. Nem kérdezem, hát ugye azt szokták, hogy aki nem tudja, tanítja, ezért kérdezem, hogy megy egyébként, vagy te csajozol? Az én karrierem onnan indul, hogyha lehet karriernek. Ez egy 13 évesen, ugye elolvastam Dr. Veres Pálnak, szerintem lehet, hogy ti is ismeritek, hanem személyesen ezt a könyvét, és akkor rengeteg ilyen szexuális tanácsnak nevezett, de hát randi tanács, csajozási tanács is volt benne. Na most az annyira sikeres volt, hogy tulajdonképpen 10 évig közöm nem volt a nőkhöz, tehát szó szerint még örültem, hogy már 13-hoz képest, aha, tehát aha. Még 10. Ja, mert meg... Hát 22 évesen volt az első csókom, tehát tulajdonképpen nagyon mély szintről indultam, és akkor így kutattam, hogy mit kellene, vagy mit lehetne csinálni, és akkor igazából az volt a cél, hogy legyek sikeres ember, ugye? És akkor először jó, akkor valósítsuk meg azt, hogy reklámcég. Megcsináltam a reklámcéget, és akkor elkezdtem foglalkozni kommunikációval, utána mellett barátom, tehát ilyen nagy problémáim nem voltak. Hát 22-23 évesen, aha. Viszont mindig is volt olyan probléma, hogy a vonzó nőkkel, a vonzóbb nőkkel való kapcsolat, felvétel, vagy tartás, vagy csajozás, ki hogy nevezni, az kimaradt az életemből, így van. És ezt elég későn kezdtem el, és akkor elkezdtem belemélyedni ebbe a témába, még mélyebben, rengeteg tréningen, előadáson részt vettem kint. Találtam még valamit az oldaladon, ez engem az érdekel. Mi az a domináns tonalitás? Ez micsoda? Tehát, hogy ezt is meg lehet nála tanulni, hogy domináns tonalitás. Ez mit jelent? Vagy ez miért nekem ez teljesen? A tonalitás az a tónus, tehát a hangszínre utal, a domináns az pedig az erőteljesség. De ez mit jelent? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát tulajdonképpen az, hogy valaki erőteljesen, magabiztosan, és egyúttal szeretetteljesen beszél. Tehát, hogyha valaki túl domináns, az agresszív, ugye az már jó, túl erős. De én egy csaj vagyok. Tehát hogy néz ez ki élőben? Tehát állok én a diszkóban, vagy egy nő vagyok. Légy te, aki megmutatod a domináns tonalitást, odalépsz hozzám, hogy nem vagyok egy túl jó nő, mert azt mondtad, hogy az nem annyira. Mert jó nőhöz odalépni, egyébként Gábor megértem, az nem egy könnyű feladat. Tehát baromi jó nőhöz oda menni, a jó nők mondják a legtöbbször, hogy baromi magányosak, mert a férfiak félnek tőlük. Tehát ez szerintem sok pasi küzd, ez nem egy akkora baj. Domináns tonalitást te megtanulod, vagy te tanítod. Én ott állok nőként, és iszolgattok egy Virgin Mojitot, te odajössz hozzám, mit mondasz? Vagy ez mit jelent? Segíts nekünk. Tehát, hogy mivel megyek hogy nem, hogy szól, ha te megszólalsz a domináns tonalitás hangján? Hát ezt gyakorolni kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hát mi hangon igyekezni. Csak tényleg baromi kíváncsi, csak én nem tudom, hogy ez mi a fene se tudja, én nem hallottam, de hát van egy csomó technika, amit az ember Amerikában tudja, hogy ez mi csoda? Tehát ez mi az, hogy domináns? Igen? Oké, akkor megmutatom a különbséget. Nem tudom, hogy lehet közelíteni, hogy nem domináns tonalitásom, meg hogy lehet. Oké, ott vagyok. Én azt mondom neked, hello. Csak a csajos hangon van mondjuk, igen? Oké, a rossz verzió. Hello, meghívhatlak egy italra, talán. Ez a rossz.
Az is melyik a jó? Én erre azt mondom, a rossz verzióra nem, igazából Gábornak erre azt mondjuk, hogy nem. Ez van italom és barátom is. Van italom, van barátom. Hogy néz ez ki, amikor domináns tonalitásból jössz? Azt pedig úgy néz ki, hogy hello, szerinted éjjeléknek szebben a fények vagy nappal? Az, hogy a kérdésem már összezavart, tehát én nem tudom a domináns tonalitásra figyelni, mert nem lepisíltem a bokámat. Én most nő vagyok, egy nördzsi mohító, és éjjeléknek az a fények. Na, most az van, hogy egyébként megleptél. Basszus, megleptél. És mi a válasz? Még azt, ha megtudhatjuk. Basszus, kizökkentettél. Tehát éjjeléknek... Aha, tehát hogy nálatok a Nyíregyházán nappal se kapcsolják le a közvilágítást. Hát szólunk a polgármesternek, hogy ez nem egy jó, nem egy jó élethelyzet. Pontosan, tehát olyan kérdést kell bevetni először is, ami vitatkozásra ösztönöz. Tehát ami lehet így mosolyogni, vitatkozni, és a lányok nagyon szeretnek ebbe belemenni. Mondjuk sokkal jobb, mintha úgy indítottál volna, hogy szerinted Popsiba megcsalás. Tehát én megértem egyébként. Tehát jó, abszolút megértem, hogy ezzel az éjjelégnek a fények vagy nappal kérdéssel, Gábor, te kizökkented. A különbség lényege az igazából az, hogy magabiztosság, az, hogy erő legyen benne, és szeretet. Tehát, hogy ne úgy közelítsük meg, ne se félénken, se túl agresszíven. Ez a domináns tonalitás. Mm-hmm. Ebből meg lehet élni, Gábor, egyébként, csak kérdezem. Tessék? Meg lehet élni ebből? Tehát jól élsz ebből? Hát, szülken. Mert igazából ez a magyar piac egyelőre nem alkalmas arra, hogy a reklámcég vezetőként sokkal többet kerestem. De nem, mint most, hogy mondtad, hogy szűz, féltékeny, vagy nem féltékeny, átlásos palik mennek-e hozzá, tehát tudod, látom, hogy egy csomó tanfolyam van. Tehát, hogy... Mondom, ez kis rész, tehát kb. 10-20% akik szűzgátlásos. Van ilyen réteg is valóban, igen. Jó, mit csináljon a Jani? Egy utolsó kérdés. Mit csináljon a Jani? Tehát tényleg beállnak elé a sorba. Ma reggel megint elmondta, hogy egy idősebb bácsi beállt elé, elvette egy újságot, nem fizette ki. Ott áll. Nehéz ezt így feldolgozni minden szerdán. Majdnem elküldték, hogy kisfiam, te inkább iskolába menjél, majdnem odaszóltak Janinak. Hogy... Azért kéne segítened, mert romokban van. Ha léteznek kétmondatos tanács, akkor már milliókat keresnék, az igazság. Tehát dolgozni kéne. Ja, hogy kezded el a felkészítését? Dolgozni, gyakorolni. Tehát ez olyan, mint a tánc. Nem tudom, tanultatok a táncolni. Hogy hiába mondom el, hogy kell ezt a mozdulatot csinálni, azt attól még nem fogjátok megcsinálni, hanem az gyakorolni az alaplépéssel. Na jó, de akkor az alaplépéssel kezdjük el. A Jánosnak mi legyen az első lecke? Oké, akkor az első lesz. Akkor így végig megyünk egy hónapon keresztül, minden nap hívjuk. Nem. Csak ez egy való, tehát azt hittet, hogy ez egy valós probléma, hogy szegény Jani naponta beállnak elé a sorba. Bármik elé sorba. Oké, az első lépés mondjuk legyen az, hogy csak annyit csináljon minden nap ötször, hogy köszön az újságosnak, és utána elköszön anélkül, hogy vett volna bármit, és ez mi? A legelső lépés. De most nem az újságossal van baja, hanem... Most nem az a cél, hogy hülyét csináljak magamból az újságos előtt, hanem hogy ne álljanak be elé. Az a baj, Gábor, hogy mindig beállnak a Jani elé. Nem mindig az újságossal, hanem azon van, aki elé áll. Mindig beállnak a Gábor elé, vagy mindig beállnak a Jani elé, félrelökik, és azt mondják, hogy kisfiam, te inkább az iskolából legyél, mondják ezt szinte a Janinak, és beállnak elé úgy, hogy kilökik a sorból, mert nem tisztelik, hogy a sorban áll. Most konkrétan hülyét csináltál volna belőlem, ráadásul az újságos lány meglehetősen csinos, oda mennék így reggelek, és állnék ott egy picit, mint egy idióta, és aztán beszélni a hello, és elmenni. Ja, én bírom, Gábor, ez nem rossz. Annyira vészes helyzet, akkor nincs, megnyugodtam. Nincs. Jó, akkor... Hát gondolkodott egy pillanat, legyen az első blikre, hogy... Dominánsabban lépjen oda a pulthoz például, hogy ne férjenek be elé? Lehet az is, de igazából mondjuk én azt javaslom, most már rájöttem, hogy menjen oda, beszéljen az újságos hölgyel, mondjuk két vonatot, várja meg, míg sorra kerül a következő vásárló, és menjen vissza, őt alakodjon. Ez jó, Gábor. Tényleg. Tehát, hogy ha téged félrelöknek, akkor legyél inkább te az, aki félrelöksz. Igen, de értem. Minden szeretettel, de magabiztosan. Szeretettel, magabiztosan. Az idős nénit, vagy tessék innen. Tehát közben elborítsuk fel a babakocsit. Aha. A babakocsit és a kerekeszét. Gábor, köszi, érdeklődtünk iránt, tehát kíváncsiak voltunk, hogy mi van a jelenség mögött. Én a fonaljárásos videódat nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, a második verzióban meghívlak, mint modellnek, hogyha szeretnél. Jó. Beszéljetek még erről. Egyeztessünk. Én látom, Balázs nagy felcsillant a szeme.
beszélgessünk. Nagy lehetőség ez neki. Még annyit, hogy igazából pont az a videó nagyon jó, hogy ezen jelzelődtetek, mert igazából a férfiaknak azt kéne felvállalni, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Vállalja fel, aki van. Ez lejön a videóból, igen. Ez lejön, ez erősen lejön azért, igen. Tehát fel kell vállalni, és akkor lehet, hogy nagyon sok nőt vagy embert elveszít, de ugyanakkor néhány az pedig nagyon erős kötődés lehet kialakítani. Gábor, ez egy szép végszó volt. Köszönjük, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao, hello, ciao. Szenzációs SMS-ek. Meg vagyunk a Janival, én az őrülök. Én mindig azt mondom, hogy ettől színes a világ. Mit kell csinálnod akkor? Hát nekem elébe kell mennem a dolgoknak, nekem kell tolakodni. Igen, de kedvesen, tehát erőből kedvesen. Erőből kedvesen. Tehát nem kell büdösbonyon húzni, nincs így milyen mondat. Megfogom két oldalra a fülét, és ráhúzom egy hizagerére a homlokát, tehát ez nincs. Ez nincs. Hegedje a megfelelőt, fizess elő egy újságra, Jani. Ez az. Igen. Gyerekek, egy nagyon jó SMS jött. Annyi jött csak. Nyíregyházi vagyok. Sajnálom. Semmi gond, nem a te hibád. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Most megkapjátok. Léci. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A Guldenburgok örökségének nagyon szerettem az Edinburgh. Igen, én meg a nők a múlva. Hiszed el, hogy mennyire szerettem a Guldenburgokat. Nem, emlékeztek a Guldenburgok öröksége német filmsorozatra? Édes Isten, beszélj! Emma! Ölel már meg a Jani. A Guldenburgok örökség. Igen. De hallgassátok! Volt benne egy tök jó szőke csaj, nem emlékszem a nevére, göndör fürkjei voltak. Úristen, mennyire dekadens. Guldenburgok öröksége. Ez mi? A csend hangjaik nem csapok. Jó? Yes, ki van a város? Bemutatjuk a Klinika című filmsorozatát. Dehogy gáz! Hát ezt egy ország nézte. Jó, persze. Ne szakadjuk meg a múltunkat. Dehogy gáz! Akkor soha. Ez jó volt. Én most felvállalom. 24, meg Dexter, meg Homeland, meg mit tudom én. De akkor a Klinika, hát neked udobrig van semmi. Elkenővér? Elkenővér az jó, hát hányszor csináltad meg szemmel, fejben? Na, hát ezek nagyon jó sorozatok voltak. Mit szeretnél? Nők a pult mögött? Azt! Hey, nők a pult mögött! Ezt anyám nézte, én már ezt nem. Sajt közelik, tej közelik, kenyér közelik, megőrülsz, annyira jó. Péksütemények, vajak, halak. Minden, ami nem volt kapható akkor. Tekerős pénztárgép, minden, amit nem tudtál akkor megvenni, tekerős pénztárgép, megőrülsz, annyira jó. Ez minek volt a zenéje? Imádtam. Nézted? Figyelj. Michael Douglas. A legnagyobb. Imádtam ezt a sorozatot. Egyrészt nem láttam belőle. Nem mondd már. Nem. Imádtam. Nem szerettem. Imádtam. Soha. Figyelj, ez a zenétől kész voltam egyébként. San Francisco utcáim. Istenem. Köszönöm. Nem tudom már, hogy úgy jutottunk el idáig, de köszönöm. Michael Douglas. Úristen, de jó volt. Turner Björn. Jaj, de jó volt. Ez a zene. Sose láttam egyrészt. Az üldözős jeleneteknél mindig a olyan nagy ugratások voltak az utcán, arra emlékszel? Igen. Marmora volt. Ez nagyon jó sorozat volt. Mint a az, aki ezt megmondja, egy ajándékcsomag, tessék, figyelj. Mi van? Figyelj. Tudjátok mi ez? Várjál. Sokat néztük gyerekként, ez egy mesefilm. Szuper. A forgatókönyvet Forrest Wilson meséje alapján Jenny McDade írta. Szuper nagy és a bűvös. Első rész. Szuper nagy és a bűvös sugár. Nincs meg nektek a szuper nagy. Nem láttátok a szuper nagy? Nem. Körözött a homloka körül, így azt csinált, hogy így a két mutatójával a homlokára bökött, körözött a mutatója körül, és csinált egy metávillát, és akkor jaj, eszébe jutott a megoldás. Megvan. És megoldotta így a feladatot. Így körözött, metávilla, és ott beugrott neki valami. Így van. És aztán csinált valamit. Azt már nem tudom. És az utolsó részben rajta ütöttek az ápolók. Aki körözött a feje körül, az Tau bácsi volt. Ő rá emlékeztek? Igen. A Tau bácsi. A kalapja igen. Körül. Igen. A szupernagyi az utó mutatójával a homlokán aha. Körül körözött, és utána metávillát csinált. Igen. Jó, tessék, ez mi? Jaj, Surda, hát ezt mindenki ismeri. Boriboy-e, Surda.
egy ország nézte. Lett egy csetice. Hát mekkora? Mekkora volt, gyerekek? Zseni. Gyerekkorunk zené. Surda, gyerekek, emlékeztek rá? De jó volt. Kávé nekem ezt inkább a szüleim mindig nézték. Kávé tívott mindig, így van. Jaj, de jó volt. Kamu konyakok, kamu farmerek és a Gyugoton lemezek, mert ez volt a legjobb, ami jó, abból az irányból jött. Ez nagyon egyszerű lesz, úgyhogy ezt gyorsan kell mondani. Jó? Ezt nagyon gyorsan. Nem, így nem lehet lefordítani egy szöveget. Így nem lehet. Ott repül Márton Ludon. Nyers fordításban. Ott repül Márton Ludon, nem emlékszel? Fú. Hát ezt én utáltam Márton is. Imádtam. Volt benne Smöre. Ugye ő volt Smöre a róka, aki üldözte őket, és ott volt egy nőstény róka. Fus buli fus. Ő volt két kutya benne, emlékeztek? Két kutya. És a két kutya, ők két rendőr voltak, de nem tudom, kit akartak elkapni. Talán Smörét? És Smöre meg üldözte a kis törpét, aki beszólt egy varázslónak, és lapföldre kellett elmenni, mert lapföldön volt az a varázsló, aki vissza tudta varázsolni Nils Holgerson. És sikeres volt meg a sztori? Meg. De meg. Sikeres? Nincs meg ez a sztori? Én nem szerettem soha. Most már én értem a terhelt gyerekkorodat. Fia, Márton Lód és Guldenburgok öröksége. Gyerekek, Guldenburgok öröksége. Azt hiszem keddenként a Nils Holgerson hétfőn vagy kedden, ugye Dallas péntek és csütörtök szomszédok. Emlékeztek a Misi Mókus kalandjaira? Igen, gyűlöltem. Én is gyűlöltem. Emlékszem egy részem, amikor a makkot kereste és elment valami ilyen az üveghegyen. Örökké termő fához. Az örökké termő fához, és hogy féltem attól? Igen. Feri, miért pont az örökké termőfa jutott az eszedbe az agráriumban, gyereké? Szerinted? Fia, úgy örültünk volna neki, úgy kígyósan, hogy öröm lett volna nézni. Igen. Hallod, gyere, szaladjál már befele! Ezt te nézed már meg! Jaj, gyerekek, na jó, egy utolsó, remélem ez főcímmel indul, figyelj! Nincs meg? Ez nem egy korai elsőm leszám? Igen, a kis berkes. Így van, kicsit kis berkes jártam az ott. Kockás, ez magyar. Mír múr, Mondhatom? Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugriplés. Rohadtul megvan, imádtam. Imádtam, de csak emiatt. A legkisebb ugriplés, persze. A legkisebb ugriplés. Imádtam. Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugriplés. Egyszer zseniális volt. Feri, talán még emlékszik az Alfa Hold bázisra. Életünk legnagyobb parája volt az akkor életünké, iszonyatosan kemény. És az utolsó, és utána elmegyünk hírekre, aztán megnézzük a hallgatók, mit szeretnének hallani, és akkor hírek után bejátszunk, figyelj! Ez a kockás fiú! Én ezt utáltam. Gyűlöltem! Ugye azon hallgatóink kedvéért, akik esetleg nem tudják, egy nyúl, aki minden problémát megoldott, belenézett a távcsövébe, látta, hogy valahol valaki bajban van, összehajtotta a távcsövet, propellert csinált a füléből, hogy miért kell ezzel sokkolni a gyerekeket, de tényleg. Ez a nosztalgiázás a legbiztosabb jel az öregedésnek. Igen. Meg hát ezek ugye úgynevezett generációs élmények már. Na mutatom, akkor Feri, te ezt nagyon szeretted. Figyelj, még egy-kettő, jó? Csak így az íze véget. Figyelj, ezt te szeretni fogod, ezt tudom, hogy ezt te szeretted. Jújj, de jó ez, na ki tudja? Jújj, de gyűlöltem! Gyűlöltem! Nagyon jó! Gyűlöltem, gyerekek, tiszta szívemből. Pumukli. Emlékeztek? Pumukli. Szörnyű volt. Szörnyű volt. Na figyelj, következő. Besírtok rajta. Nem tudom, hogy heti volt, napi volt-e, megőrültök. Én imádtam. Kezeket fel! Mekkora volt? De az a durva egyébként, hogy borsozik bőle a hátam. Tehát, hogy azért ez tényleg nagyon jó volt. És volt egy szerelme, akit megölnek. És akkor őt, egy olyan részre emlékszem, hogy betekerik ilyen fácsliba, vagy mibe, arra emlékeztek arra a részre. És bedobják a vízbe. És bedobják a vízbe, neked is megmaradt. Meg. És a víz alatt kivágja magát, ugye abból van nála egy kés. Van nála egy kés, és fölúszik, és akkor a hajó már elmegy, azt hiszik, hogy meghal, és vissza. És közben meg dehogy is. Aj, de jó volt. Jaj, Istenem. A Brooke volt, a brit kormányzó, ő volt az ellenség, aki természetesen nem volt jóképű, pufi volt, kevés haja volt, és elnyomó volt. Még véletlenül se egy jóképű brit tisztet állítottak vele szembe. Na, a következő. Én ezt nem néztem, szerintem ezt inkább a szüleink nézték, de lehet, hogy beugrik. Ezt tudom, hogy anyukám nagyon szerette.
megvan, az milyen? Angyal. Nem. Akkor a két férfi egyeset. Az sem. Nem, akkor ki, minden lében két banán. Nem, az sem. Akkor a kölyek, rántások, tirítások, habarások, két perc. Nem tudom. Nem kell mindig kaviár. No. Ja, tényleg. Jaj, de hülye vagyok. De nem kell mindig kaviár. Ha én ezt a klubban elmesélem. Így van. A második világháború alatt Lisszabon hűsgött a kémektől. Közéjük tartozott. Már nem tudom, kicsoda is. Teli Szavalasz. Jaj, Kocsek. Kocsek, persze. Kocsek. 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 Magyar hangja a magyar Kocsek Inke László. Kocsek. Nyugodjon békén. Emlékszel a Kocsek Budapestenre? Ah, igen, azért. Budapesten, persze. Persze. Figyeld, erre azonnal rá fogjátok mondani. Azonnal. Figyelj. Már ott jön hát a Linda. Jó, de mind a mai napig. Tehát, hogy az a baj, hogy... Mekkora minden. Mekkora. Ezt egy 18 éves most hallgatja az anyja mögött a kocsiban, vagy mellett mit szól? Hogy mi öregek vagyunk? Nem, vagyunk? Nem hiszem. Azt mondja, hogy kellemetlen. De ezt a zenét meghallja, az szegény Vukán György, de ha ezt a zenét meghallja, akkor azt mondja, hogy ú, de ciki. De nem, ciki. Az, nem az, hát ez az. De nincs hozzá kapcsolt élmény. Átvetik a világon mindenhol, ez nagyon-nagyon jó. Van még valami, amit szívesen meghallgatnátok? Az Onin családot beszéltük, azt meghallgattuk már? Azt mondjuk nem nyilván gyorsan kitaláljuk, de... Az volt az országban. Hihetetlen. De azt nagyon szerettem én is. Nem láttam. Nem néztem. Figyelj, ott olyan dráma volt, olyan fordulat, elveszítette a rakományt, viharba került, fölállt talpán. Tudom, minden, igen. Igen, két hetente mindig mindent egy lapra tett fel, ez nagyon szerettem, tudod, hogy soha nem volt olyan, hogy mondjuk egy hónapon keresztül ne kockáztatta volna egy teljes család egzisztenciája. Hú, gyerekek, utána olyat találtam, megörültek. Az család. Micsoda felvétel! Állt az orárbócnál! Micsoda felvétel! Tajtékos volt az ősz haja, a jövőbe tekintett, ami reményekkel, csalódásokkal és tragédiákkal volt teli. Írta Cyril Abraham. Na figyelj, ah, és most csinál. Olyat kaptok, besírtok. Na. A főszerepben Michele Placido, Szerzsé. A polip. Az olasz maffiáról szól, több évada volt, és a végén megölik, és brutálisan izgalmas. Egy rendőr. A hihetetlen. Na, jó. Jó, akkor még egy, az utolsó. Igen. Ez csak azért, hogy méltóképpen búcsúzunk. Titi. Jó. Hagyjuk már a közhelyeket. Na jó, igen, hát ez egy akkora közhely, igen. Ez volt ugye csütörtökönként, de hát ez már mindenkinek ismerős. A kántor. Na jó, van, ez ugye a szomszédok volt. Jó, az, hogy tízig tudom csinálni. Tehát, hogyha belendülök, akkor itt aztán... Nem vagyok. Itt aztán minden van. Na jó, van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket is. De jó volt, nem? Hát és akkor még ott van a Nomegáj, csak a kengyelfutó, gyalogkakú, kisfakon, Twin Peaks! Az, hogy rohadtul utáltam. Én is, basszus, de a fiatalok voltunk, de David Lynch-et azért ugye, hát tehát gyerekként azért nem annyira. Én azért utáltam, mert diákszínjátszók voltunk, és mindig, amikor Twin Peaks volt a tévében, akkor üres volt a ház. egyedül utáltam. És rohadtul nem jött el senki. De miért nem? Azért, mert mindenki otthon ült és nézte a Twin Peaks-et, a táncoló törpét. A bot, az önmagát sétáltató botot? Ez volt? Jó, a David nincs egy Jenny, meg őrült is. Kevés filmje van. És már féltél? Hallottad ezt, és már elkezdtél félni, mert tudtad, hogy ott vannak a szülei, tudtad, hogy nézik, de gyerekként te nem értetted, hogy mit nézel, csak féltél tőle, nem? Ugye baromi félelmetes volt? Nem, én azért féltem, hogy apám bejön is átkapcsol a telesportra. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.